Kamerával indul az élőadás, ez is elindul, oké. Okay. 4 kamera lesz. Még mindig 4 kamera. Oké. 4 kamerával megy élőadás. 20-a van, 2019. És február. Hírháttér multimédia híradén online, Molnár-e Fárpád vagyok. Hárman látszunk, de 4-en fogunk szerepelni, majd néha felállok, és akkor helycsere lesz, közben itt állítgatjuk itt a dolgokat, nincs azért belenyúlkálok. Még nem fogta be. Oké, okay. Molnár F. Fárpád Facebook oldalán is ugye megy a dolog, és Szklenkáné Kovácsik Enikő, aki minden magyar idők egyik vagy leghírhettebb kilakoltatásának a nem áldozata lett igazából, hősnője lett, lett belőle egy ilyen zsandárk, Orbán Viktor egy ilyen zsandárkot kreált belőle a házi asszonyból, aki a gyerekét nevelte, ugye azóta az egyik legikesebb szónoka lett a nők közül Magyarországon, és rendszeresen ott van tüntetéseken, meg mindenfelé, stb. És jogvédő lett. Aki még szerepelni fog, de most éppen nem látszik, az Fodor Brigitta, egy nemzetközi jogvédő cégnél kiemelt jogvédelmi tanácsadó, egyetemista, híradó online munkatársa. Bali Péter úr, akit én még annyira nem ismerek. Sztár vendég. Igen. Elvileg ugye ő lesz a főszereplő, bár pontosan nem tudom, hogy miről lesz szó, csak nagyjából hozzávetőleg, ugye aranykor egyebek. És én majd akkor biztosan beszél magáról. De ugye én belehallgattam dologba, ugye elvileg profétaként tapasztalod magad. Tehát, hogy elvileg kijelentéseket kapsz valahonnan. Így van, üzeneteket, égi üzeneteket. És Molnár F. Fárpád vagyok, egy jelentő múltamint alapító főszerkesztő, híradó online főszerkesztő, de ezt már mondtam. Hát akkor szerintem aztán kezdjük el, és akkor te kezdjed el, hogy miről is lesz szó, és akkor egy kicsit jó hangerővel, oké, hogy menjen, vagy aki akarja. Enikő. Szeretettel köszöntöm a nézőket. Engem azért már elég sok helyről ismerhettek, főleg aki devizahitelás, azok nagyon jól ismerhetnek jogrévén, ismerhetnek a tüntetésekről. Nagyon sokszor kiálltam értetek magamért. Egy kilakoltatott ember vagyok, aki 2012. június 15-én lett kilakoltatva, de mint látjátok, van élet a kilakoltatás után is, tehát azért nem kell megzuhanni, nem kell ebbe beletörődni, menni kell tovább. Nyilván, aki egy olyan útra lép, mint én léptem pár évvel ezelőtt, és az égiekkel dolgozik együtt, annak ez sokkal egyszerűbben működik az életében, de ezt meg tudjátok ti is teremteni. Itt találkoztam én annó Bali Péterrel, a Hősök terén ismerkedtünk meg személyesen. Péter, ő úgy ismerhetitek a Facebookról is, hogy Bali Péter a Turul. Ő üzeneteket kap az égi világból, és ezeket közvetíti. Azért jöttünk ma most el hozzátok, hogy egy picit összefoglaljuk, hogy mi is történt itt az elmúlt években a kormányzat, ha a világban szétnézünk a háborúkra, a szabadságharcokra, mindenhol csak a probléma hátán, viszont a megoldásokkal nem igen találkoztunk. Tehát nagyon-nagyon sokszor próbáltuk mi is tüntetésre kihívni az embereket, hogy álljatok föl magatokért, gyertek, lépjünk együtt, közösen, kéz a kézben. Ez nem igazán valósult meg. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy-egy tüntetésre mi 50-100-150, nagyon maximum 200 ember tudtunk megmozgatni, mert mindenki azt mondta, hogy nem, félünk. Mitől féltek? Mindig ezt kérdeztem, hogy mitől féltek. Értsétek már meg, hogy a félelem az egy olyan lehúzó negatív energia, ami totál le fog blokkolni benneteket, és nem fogjátok látni a megoldást, még ha az orrotok előtt van akkor sem. Igen, közben mosolygok, már a YouTube-on rendre ugye retardáltak szoktak már a YouTube az olyan, de amúgy volt értelmesebb hozzászólás is. Ja igen. Egyedül YouTube-on szoktak trolljaink lenni. Igen, de nem szoktuk általában kitörölni őket, mert inkább... Jókat nevetünk rajta, igen. Hát majd Edem 76, ugye ez nem annyira trollkodás, mert nem... Pont most kell lesz, mikor kezdődik az Atletico Juve, most hogy fogom nézni? Hát akkor döntsd el, drága csillag, hogy mit szeretnél nézni, nincs ezzel semmi probléma. Ebből egy jelentés leszek ki, hogy jobban szereti, hogy... Úgyhogy... Ezzel nincs gond.
bármikor vissza is tudod nézni az adásunkat, úgyhogy ezzel sem lesz gondod. A másik, tehát visszatérve arra, hogy rengeteg gond és probléma van a világban, köztük országunkban is. Látjuk, hogy az ország vezetői sajnos nem a nép érdekében tevékenykednek, pedig több figyelmeztetést kaptak az égi világból. Ez mai napig nem igazán látjuk azt, hogy annyira jó irányba változnának, de ugye mi már tudjuk azt, hogy a fény az előbb-utóbb a sötétséget mindenképpen el fogja söpörni a földről. Azt tudjátok ti is, hogy rengeteg profécia megjelent Magyarországról, a magyar népről, a mag népéről, Pió atyának az üzenete. Hát üdvözlet nektek, mert most jött el ennek az ideje. Közben akkor, miért ugye a mai Bali Péter is biztos, akkor elmondja, hogy miről van szó. Comcsi Hunter 1977 például azt írja a YouTube-on, hogy amíg valaki nem kerül szembe a hatalommal, addig nem lép fel, még a saját érdekében sem. Az a baj, kedves, hogy amikor szembe kerül a hatalommal, még akkor legtöbben sem mer a saját, saját ügyében sem lépni. Tehát pont ezért van az, hogy rengeteg a hajléktalan, rengeteg a kilakoltatás, az egészségügyben, fertőzésben halnak meg az emberek Semmelweis országában, ami szerintem szégyen jelen pillanatban, hiszen olyan alternatív gyógymódok vannak már a kezünkben és az orrunk előtt, amiket lehetne használni, hogy mindenki meggyógyuljon. Ehhez képest azt látjuk, hogy honfitársaink egymás után hullanak a kórházakban. Nem véletlenül vidéken a kórházakat halálgyárnak hívják az emberek. És akkor én nagyon sok szeretettel köszönteném Pétert itt a köreinkben, és átadnám neki a szót, hogy megmutassa nektek, hogy van kiút, van ebből a sok szennyből kilépés, meg kell érteni, hogy hogyan, és akkor Péter ezt el fogja nektek mondani. Mielőtt elkezdenéd, egy kicsit mutatkozz be a nézőknek. Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Bali Péter József vagyok. A YouTube-on vannak videóim, több videót megosztottam, mert többen nézik külföldön is a műsorokat, amit fölteszek, az üzeneteket, ahogy mondták, Árpi és Enikő. Itt mondták, hogy üzeneteket közvetítek az égi világból. Na most, ez így van, ez 2008 óta van így, és egyre erősebb lett, ahogy egyre inkább a világ ment a szakadék felé. Így mindenkit arra szeretnék kérni így a nézőktől, hogyha kérhetek valamit, hogy örüljetek, hogy a szakadék felé mentetek, mert hogyha nem mentek a szakadék felé, akkor nem veszitek észre, hogy az a világ, ami eddig volt, az tűrhetetlen és elsöprendő. Tehát az élet ellenes. Úgy, ahogy van, nem szolgálja az életet. És valójában, ami, hogy így mondtátok, hogy proféta, valójában amikor így ez elindult, az volt, amikor már én is láttam, hogy mennyire szenvednek az emberek, mennyire szenvednek az állatok, mennyire szenved világanya, földanya. Hogy itt már mindenki szenved, mindenki szétszed mindent, és egyszerűen megy a szakadék felé, és mindig megkérdeztem az Istent, vagy hívhatjuk egyetemet szellemnek, ahogy nektek tetszik. Mindig megkérdeztem a szellemi világot, hogy és miért van ez így? És hogyan tudjuk megoldani? És elkezdtünk beszélgetni. És most már így napi szinten folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, ahogy így emelkedik az ember, egyre inkább úgymond Istennel kapcsolatot fog tudni ápolni, és egyre inkább a szeretet az, ami benne megnyilvánul, és egyre többet szeretne adni az embereknek, és megoldani azokat a problémákat, amiket lát, mert fáj neki, átérzi az embereknek a problémát, hogy Isten átérzi. És az a lényeg, hogy valójában, hogy mondtam, fogalmaztam, hogy örüljünk és hálát adjunk azoknak, akik megmutatták, hogy ez a világ életellenes, úgymond nem szolgálja az emberek érdekét, mert azért vagyunk most itt az aranykor küszöbén, mert ti is mind felébredtetek. Mert a bankok kizsákmányoltak titeket, elvették a lakásotokat, elvették az otthonotokat. És ezért mentetek ki az utcára, és azt mondtátok, hogy elég volt.
Ez így tökéletes, hogy ezt megcsináltátok, viszont... Azért a politikusokat se hagyd ki. A politikusok is. A politikusoknak is hálát kell adni. Most pont azért kértem Enikőt, hogyha tudunk, akkor beszéljünk, hogy el tudjam mondani nektek azt, hogy Magyarország, ahogy mondták, a proféciák valóban innen indul ki az aranykor, viszont ehhez lépéseket kell tennünk. Méghozzá elég komoly lépéseket. Valaki azt kérdezte, hogy a hüllők, ugye most az embereknek nyilván mindenféle nézet van, meg minden, tehát hogy a milyen hüllő emberek, vagy gyík emberek, vagy ilyesmi, az, hogy ez neked van ismerős ez a dolog, vagy semmi közel. De ismerős a dolog, de valójában úgymond azok a lények, akik irányították a világot, azok nem ezek az isteni lények voltak, mert ugye, ahogy a Biblia is írja, én egyébként nem vagyok semmilyen vallási híve, én csak a szeretetet vallom, illetve az a hitem, amit ugye Jézus is tanított, az az ős magyar aranita vallás, úgymond, illetve hitrendszer, a szeretet és a természet elvűség, semmi más. És az a lényeg, hogy valójában hogyha mondjuk Istenről beszélünk, akkor a másik, az a lehúzó minőség volt az, aki úgymond irányította a világot szellemi szinten, mert a vaskor volt itt, és a vaskornak az a feladata, hogy edze az embereket. Na most nem tudom, vannak-e köztetek olyanok, akiknek volt tanára, aki kemény volt, vagy akár edzője, vagy vannak-e anyák köztetek, akik úgymond elvitték edzeni a gyermeküket, hogy kemények, erősek, és tanultak legyenek. Na most ki az, aki haragszik az edzőjére azért, mert megedzette? Ezt értsétek meg, hogy ne haragudjatok rájuk. Mert az edző az olyan, hogy abból táplálkozik, amit mondott Enikő, hogy amikor valakiben gyűlölet, harag, fájdalom, kín, féltékenység, bármilyen lehúzó minőség van, abból ő jól lakik szellemi szinten. A másik oldal, a fényesek, azok meg úgy vannak, akik úgymond az isteniek, ők meg úgy vannak, hogy a szeretet táplálja őket. És a szeretettel tudjátok úgymond az edzőket legyőzni, tehát a fénnyel nem tud mit kezdeni az, aki fénytelen. Mert csak gondoljatok bele, a sötét szobában van egy darab gyertyátok, és az megvilágítja a sötét szobát. És egyetlen egy gyertya elég ahhoz, hogy világosság legyen. És örüljetek tényleg annak, ami volt, de húzzatok egy vonalat. Bocsássatok meg, úgymond, sőt, aki képes rá megérteni, ő adjon hálát, ahogy kértem. Ez nagyon fontos, mert hogyha kimondod, hogy tényleg végül is ezért ébredtem föl, ezért lettem kemény, mert ilyenek voltak, ezért vettem észre, hogy végül is megetetik velem a mocskot, elveszik a lakásomat, elveszik az autómat, olyan vallási dolgokat mondanak mindenfélét, tehát hogy az egész világ úgy, ahogy van életellenes, a földet tönkreteszik, mindent. És ennek adjatok hálát, mert ezért tud eljönni az aranykor, de ez a magyaroknak összefogás kell. Én megkérdezem, hogy a tudomásod szerint információkat honnan kapsz, illetve hogy honnan jönnek kijelentések, előtte felolvasni néhány hozzászólást. Edith Törökné írja a Facebookon, vagy azt mondtam, hogy a Földön, a Föld egy kiképző bázis. Jó. Így van, nagyon jól látja. A Föld az egy kiképző bázis. Itt vannak a fényesek és a fénytelenek. És az volt a feladat, hogy a fényesek felébredjenek, hogy tehát úgy, ahogy én is, ugye, amit elmondtam, és erre ti nektek is rá kell jönnötök, illetve azért vagyok itt, hogy segítsek, hogy rájöjjetek. Tehát, hogy elmondjam, ahogy én megkapom az égiektől, hogy ez miért volt, mert én megkérdeztem, mondom, de most miért van így? És miért kell nekem szeretnem azt a másik lényt? És azt mondta, hogy ugye, hogy azért akkor találkoztunk, amikor ugye megcsináltuk azt a szertartást, igen, hogy elaltattuk azt a másik lénynek az elejét. Igen. Mert ugye mindent a szellem irányít. Tehát ugyanúgy, ahogy van a fej, és ott van az elme, az ész, és azt mondja a kéznek, hogy mozdulj meg, és akkor megmozdul a kéz. Tehát mindent a külső szellem irányít.
Ő közben most van, aki írja, hogy a Facebookról átment a YouTube-ra, illetve hogy szakadozik esetleg a Facebookon az adás. Ha gond van a Facebookon, akkor ott van a leírásban egy link, arra is rá lehet kapcsolni. A Hírháté Multimédia YouTube csatornája, meg még két másik YouTube csatorna is van, azok nincsenek belinkelve most éppen, de lehet mászkálni ide-oda. Tehát, hogy ott van a leírásban azért. Ez milyen jó, hogy így kérdezhetnek, és igen, tudunk válaszolni. Igen, sőt, be is tudnak kapcsolódni a nézők, ezért mondtam, hogy ez így jó egy beszélgetés. Igen, mert beszélgetünk, egymással beszélgetünk, és ez így csodálatos. Komcsi Antel 1977 írja a YouTube-on, a gyűlölet éltet és erőt ad. Nézzétek meg Orbán Ráhel arckifejezését, ő is fajtája a sátán követe. Jó. A félelem pedig fegyver, amit igen, bevetnek a magyarok ellen. Igen, Bálintot írja a YouTube-on. Egyébként képzeljétek el, hogyha most húznánk egy vonalat, és itt csak Magyarországot vegyük alapul, Magyarországon azt mondanák az emberek, hogy akkor innen nem félek. Nagyon gyorsan eljönne az aranykor, gyerekek. Pillanatok alatt, hiszen abban a pillanatban megszűnik a félelem, amiből ezek a sötét erők nem tudnak táplálkozni félelem. Tehát szeretetből ők nem tudnak táplálkozni, és megszűnnek úgymond létezni, vagy pedig szeretetté válnak. Tehát ez a két lehetőségük van. És nem tudnak, képtelenek. Tehát ők a fénnyel nem tudnak mit csinálni. Ezért voltak itt a nagy proféták, ezért volt itt Jézus, Zarathustra, Buda, Krisna, tehát ezért voltak itt ők, és megmutatták, hogy az a szeretet az, ami eltünteti azt, ami most van, a vaskort. Egy kérdés. Mert nem, már nincs vaskor, csak még nem nyilvánult meg a földi síkon az aranykor, pedig már 2012 óta aranykor van a földön, csak az emberek még nem illeszkedtek be, és nem hozták úgymond létre az aranykori életet, ami egy csodálatos élet, amire mindannyian vágytok. Csak azt értsétek meg, hogy amit most eddig csináltatok, hogy neki mentetek, avval erőt gyűjtöttek. Tehát csak a múltkor bejött egy videó Franciaországról, majd bejött a YouTube-on, nekem egy, vagy Facebookon. Bejött a Facebookon egy videó Ukrajnából. És akkor mondom, Istenem, most miért teszed ezt ide? És már mondta nekem a választ, hogyha nem szedjük össze magunkat, a másik oldal, akik el akarják pusztítani országunkat, azok úgymond Ukrajnára, Venezuelára, Franciaországra abba akarják vinni, káoszba akarják vinni az országunkat. Mert többen jelezték egyébként Pécsről is, meg több helyről, hogy készülődnek erre több helyen. De ne féljetek, mert van megoldás. Mert ha Isten velünk, senki nincs ellenünk, és a magyarok istene nem engedte a kezünket. Fogja mindannyiunk kezét. CJ kérdezi, hogy where's this, illetve what country? We are from Hungary, we are Hungarians, and the theme, el tudod mondani angolul, hogy mi a téma, hangosan? We are talking about an upcoming golden era, which means that we have to stop be afraid, we must be brave and do something for our life to make it better, and Bali Péter is talking about this topic, and he jó, tries vendég. To explain how most a vendég. Yeah, he is our guest now. Skrenkáni Kovácsik Enikő, minden magyar idők egyik leghírhettebb vagy leghírhettebb kilakoltatásának, az a hírhet könyvgázas kilakoltatásnak a áldozatból lett hősnő. Bali Péter, Molnár Felped vagyok, aki az imént beszélt angolul, Fodor Brigitta Andrea, a Hír Arena online munkatársa. Na most beszélek egy kicsit magyarul is. Nice, thanks, may God save the European people, írja CJ. God bless you. Szóval, igen, tehát ugye amikor eljött Jézus hozzánk, akkor hangosan mondom, amikor eljött Jézus hozzánk 2000 évvel ezelőtt, akkor ugye
Hát láthatjuk a Bibliából, hogy még maga Isten fiával is hogyan bántak azok, akiknek hát szerintem kemény volt a szívük, vagy arra teremtettek, ezt így nehéz eldönteni. Közben lehet, azt írják, hogy az USA-ból kérdezte az illető, ugye azt mondja a CJ. Hát örülünk, az USA-ból is néznek bennünket. Néznek bennünket, igen. Mondja tovább. Na, szóval igen, tehát hogy például ő rengeteg olyan bizonyságtételt tett, mint például gyógyítások, csodák, stb. És hogy nem is tudom, tehát hogy érdemes lenne mondjuk ilyesmivel az országon végigmenni, és hogy lehetséges-e mondjuk ilyesmi, mert most tök jó, hogy a műsorunk eljut sok emberhez, de nem biztos, hogy mindenkihez. Hát érdemes lenne végigmenni az országon, de ugye ez sok idő, és nekünk nincs sok időnk. És ti tudtok csodákat tenni? Hát... Nem baj, ha nem, csak kérdezem, hogy... Fizikai síkon még annyira nem, mert ugye most vagyunk abban a felemelkedési folyamatban, hogy azt, amit mondott Jézus, hogy ti még nagyobb csodákat fogtok tenni, mint amit én egykoron tettem. Na, az jó hangi. Tehát most vagyunk abban a fázisban, de szellemi síkon úgymond itt van az a csapat, aki úgymond a magyarokat végig kísérte, úgymond ez alatt a vaskor alatt, ez alatt a 4000 év alatt, amíg ugye Jézus úgy fogalmazott, hogy a sátán uralkodott, tehát hogy a sötétség, és itt vannak a királyaitok egyébként, mert az, hogy az élet vége, az úgymond a halál, az úgymond nem igaz. Egy kérdés, most csak így próbálom összerakni magamban a proféciákkal kapcsolatban. This is a multimedia hírháttér and Hír Arena Online, not Brutal TV. No, not. Have no idea what Brutal TV is, but yeah. Okay. Hírháttér multimedia and Hír Arena Online. Szóval, igen, tehát, hogy azért a... If you would like to contact Peter and ask... Vagy kiírjuk. Ja, hát igen. Jó, de az a média, a média mi vagyunk, ő meg a vendég. So we are the media, he is the guest. If you want to contact anyone of us, feel free to ask what our email address or telephone number is. Na, szóval van, aki azt írja, hogy ő a CIA igazgatója. Gratulálunk neki. Köszönjük szépen, örülünk neki. Hogy nincs bennünk félelem, hogyha te vagy a CIA igazgatója, akkor tud, hogy vége annak a világnak, mert a magyarok elhozzák az aranykort, földi síkon is hamarosan. Tehát ugye, ha megnézzük mondjuk a világ végével kapcsolatos proféciákat, tehát akkor nem mondhatjuk igazából azt, hogy egy pillanatig se, hogy nem a sátán uralkodik, addig, amíg ugye Jézus vissza nem tér ítélni, utána ugye lesz egy 1000 éves uralma, legalábbis az írás ezt írja. Na most én nem akarom azt kétségbe vonni, amit mondtál, viszont arra gondoltam, hogy mi van, hogyha ez mondjuk az elkövetkezendő elragadtatással kapcsolatos, amit mondjuk te hozol nekünk. Micsoda? Tehát mondjam azt, hogy ez a fajta gondolkodás, ez a spiritualitás, amit próbálsz átadni, és hát a nézők nem tudom érzik-e, de én érzem, hogy itt árad a szobába, tehát hogy nincs ezzel gond. Tehát hogy nem, ezért mondom, hogy nem akarom kétségbe vonni a szavaidat, de mi van az, hogyha most ez egy ilyen előszobája lenne annak, hogy ki lesz elragadtatva, és ki nem. A nézőknek ugye elmondjuk, tehát, hogy ugye a világ... a kiválasztódás? Meg mondjuk te igen, honnan... akiket Isten megkímél a végidőknek a szörnyűségeit. Hát az most fog megtörténni. Igen, most arra van folyamatban. Ez most van folyamatban. Tehát aki nem tud emberré válni, úgymond, tehát nem képes az életet szolgálni, nem képes arra, hogy úgymond a világanyát, földanyát, úgymond szeresse azt, aki úgymond megszülte, az nem maradhat itt a Földön, mert a Föld kiképzőbázis volt, ahogy ti fogalmaztatok, ez így van, viszont most már nem az a kiképzőbázis, eddig volt a bölcsöde, úgymond, most már egy sokkal magasabb szintre ugrunk, úgymond középiskolába mondjuk. Itt van egy prózai, de azért lényeges kérdés. Jason, Tommy Jason írja a YouTube-on, hogy aki fideszes, azzal mi van? Mi lesz vele, vagy mi van? Álláspontosok szerint. Igazából az, hogy fideszes, jobbikos, vagy bármi más, lényegtelen. Az a lényeg, ember tudjon maradni,
az embertelen világban, hogyha nem képes emberré változni, vagy nem ember, úgymond nincsenek meg neki ezek, amiket így elmondtam, akkor úgymond az lesz, amit mondtál. Tehát nem maradhat itt a Földön. Okay, és nem tudom, hogy figyeltem-e, vagy nem. Vagy éppen elkezdőleg itt marad, és átéri a szörnyűségeket. Tehát, szerinted te honnan kapsz információt? Vagy hazahívják a lelkát, vagy pedig fényé kell válnia. Nincs más választás. Úgymond, magam is az egyike vagyok annak, aki azért jött a Földre, a proféciák mondják, hogy jönnek azok az emberek, akik elhozzák az aranykort. Én is egy magasabb dimenzióból jöttem vissza. Sokat tapasztalt lélek vagyok, és úgymond, hát én is voltam itt a magyarok között többször, meg voltam másik nép között is. És visszatértem, voltam már proféta, voltam már király, tehát voltam már több minden. Tehát ez lélekvándorlás, amiről beszélsz? Ez a lélekvándorlás, és úgy fogalmazott a... Te vagy Illés? Nem, én Péter vagyok. Már én Péter voltam. Meg Zaratusztra. Tehát én nekem ezek így lejönnek. Tehát például ma találkoztam Szent egy... Szent Péter a találkoztam közül vagy? Igen. Találkoztam például egy lányjal, és megkérdeztem a Jóistent, hogy mi dolgom van vele. És akkor mutatott valami. Mondom, hogy? Mit mutatsz? Hát mondom, ez érdekes. És akkor mondom, jó, ez így van. És akkor megkérdeztem egy másik hölgyet, aki meg szokott ebbe erősíteni, és akkor mondja, hogy igen, ez így van, tehát jól láttam, hogy ő volt az, aki, amikor egy királyként itt voltam a Földön, ő volt az, aki úgymond megölt engem. Tehát is, hogy most is próbált volna engem úgymond egy kicsit arrébb tenni, de nem tud, mert az égiek figyelnek. És most már nem, már nincs erejük. Régen még megtehette, most már nem teheti meg. Jó, van itt egy vicces kedvű. De most már tényleg szerinted a régi rendszer volt jobb, vagy a mostani? Egy pillanat, van itt egy vicces kedvű, Jézus Krisztusként van a nick neve, meg ott a fényképe, vagy a képe is Jézus Krisztusként, hogy megjöttem, hogy igazságot tegyek gyermekeim, azt írja. És ugye nem tudom ki vagy, soha hát nem beszéltem veled. Na, jó, hát ez csak így most poénból, hát felolvasom. Bárcsak a valódi Jézus mondja. Hogy tegyen igazságot, tehát... Mert ez most nem Jézus Krisztus regisztrált, de valószínű, tehát vicces kedvű gyerek. Jó, tehát visszatérve egy picit Jézus Krisztusra, nagyon sokan ugye a vallás irányába mennek, és Jézus Krisztus, hogy azért jött a Földre, hogy a szenvedéstől megmentse az embereket, megváltsa, stb. Na most Jézus Krisztusnak nem ez volt az elsődleges feladata, hanem az elsődleges feladata az volt, hogy megtanítson minket, embereket, a feltétel nélküli őszinte szeretetre. Igen. Az utat mutatta meg Jézus, hogy hogyan tudjuk megalkotni azt, ami most jön el. Amit mondott, hogy még 2000 évet itt el lesz ez a világ, nagyon kemény lesz, de utána eljön egy jobb világ. Ezt már ő akkor elmondta. És azt mutatta meg, hogy hogyan lehet ezt a feltétel nélküli szeretetet alkalmazni, és hogy ez az egyetlen kiút. Visszatérve, hogy kikkel vagyok kapcsolatban, az egész égi családdal. Mit értesz égi család alatt? Istenanya, Istenatya, Jézus Krisztus, ott a arkangyalok, tehát ez az egész az égi tanács. Mert minél magasabbra jön vissza valaki, annál több mindenkivel van kapcsolatban. Tényleg, vannak itt olyanok, akik így azt mondják, hogy csatornázunk. Hát mi nem csatornázunk, mert mi kapcsolatban vagyunk velük. Vajon, akkor egy kicsit egy kérdés. Akik csatornáznak, azok az itt ragadt szellemektől kérdezősködnek, mindenféléket mondanak nekik, de az nem az igazi. Tehát, hogy most van olyan, hogy ugye elmeprogramozás, és ez elég régi találmány, most már egyre nyilvánosabbak ezek a dolgok, sőt már Michio Kaku professzor is ugye az egyik leghíresebb tudós a bolygón, most már egész nyíltan beszél róla, meg hogyan kell beültetni gondolatokat, emlékeket hogyan kell beültetni, amik nem léteznek. Én most mi a kapcsán szerettem volna ezt mondani, valami, tudom, hogy itt jutott eszembe valami. Ja igen, van ez az Anunnakinek hívják, ez az Ashtar Sharan féle mozgalom, ami ugye úgy keletkezett,
Tehát azt én úgy gondolom, hogy feltétlenül kettő lehetőség van, vagy ámító démonok. Én elmondom, hogy a kedves nézőknek, én keresztény vagyok, tehát Isten Jézus Krisztus a vonal, amiben én hiszek. Nem úgy, hogy elhittem, hanem meggyőződés és tapasztalások miatt. De tehát, hogy van ez az ástás során, amiről azt láttam a bolygón, hogy tehát egyrészt az amerikaiak megfogalmazták ezeket annak idején, és most már voltak ezek a titkos elmeprogramozó projektek, amik aztán nyilvánosságra kerültek. Különböző néven futottak ezek, ugye még volt az MK Ultra, ez lett a leghíresebb, mert onnan történt a legtöbb bukta. Az Egyesült Államok részéről, ugye ennek leghíresebb valaki a Cathy O'Brien, meg a Mark Phillips, aki ugye ezt elmeprogramozóként ezek leletezésébe kezdett. Vagy ott vannak a millió dolláros bébik, már olyan rég beszéltem róla, mert el is felejtem a nevéket, hogy a Cathy O'Brien-ekkel mi is beszéltünk. De több másik, Christine Dini Kola, igen, akit bérgyilkosnak programoztak, de ugye egy elfogserált projekt volt, tehát nem lett belőle orgyilkos, vagy orgyilkos inkább. Mindegy, voltak jó pár, Barbara Hartwell, stb. És tehát ez az ástás során vonal vagy onnan van, az Egyesült Államok gyártotta ezt, vagy pedig a Istennek a ellensége, elsősorban mit olyan sátán, meg bukott angyalok, meg egyebek. Megfigyelhető volt, hogy tehát nem egy kitalált dolog, meg egymástól ellesték, a földbolygó legkülönbözőbb részein egymástól függetlenül kinőttek ezek, akiket aztán csatornázóknak hívtak, ugye, hogy az ástás során és ők űrhajóparancsnokok, meg mit tudom én, meg várták, hogy visszajön az ástás során. Aki egyébként a leírás szerint inkább a sátánra hasonlít, már én nem akarok beleszólni ezekbe, hogy ki mibe hisz, ugye, de mit tudom én, inkább a sátánnak tűnt. És ahogy ott fejeződött be az ástás során a sztorinál igazából a történet, ahogy én beszéltem annak idején ilyenekkel, akik totál ilyen, tehát valahonnan kapnak információkat, hogy, és mondom, hogy ez a fontos, hogy egymástól függetlenül, tehát hogy nem egymástól lesték el, hanem ugyanazt az információt valamilyen erő beléjük tette. De ehhez meg kellett érnie szerintem a technológiának, meg ennek a kornak, tehát hogy ezek megtörténjenek, a Biblia is írta, hogy sok hamis apostol lesz, vagy sok hamis proféta lesz, és sokakat elítetnek, stb. És ez a sztori nekem annak idején úgy tűnt, hogy a jelenések könyvében addig folytatódik, amíg a sátán trónra ül, és aztán ott az ástás során sztori véget ér. Tehát őnekik ott ér véget. Tehát hogyha elvégül majd a sátán trónra ül, akkor, és még fenntartják ezt az ástás során sztorit, akkor ők azt fogják mondani, hogy na, lám megérkezett a akármi. Szakadódik az adás, lehet menni a Facebookra, vagy lehet menni más YouTube csatornákra, Echelon 8, Nakeson 6, vagy például a Live Hírháttér, ezt is be lehet írni. Live Hírháttér. Igen. Andrea Alexandra Simon írja, hogy az eszközkezelőről hallottatok, állítólag a károsultak visszavehetik az ingatlanjaikat, persze jó pénzért gondolom, március 31-ig kapják meg a leveleket ezzel kapcsolatban. Na akkor én mesélek nektek, az eszközkezelő tavaly 200 családot, jól halljátok, 200 családot rakott ki utcára, aki elvileg azért jött létre, hogy segítsen a károsultakon. Most állítólag visszavehetik, de megkérdezlek benneteket, hogy aki az eszközkezelőnek fizet bérleti díjat, mellette fizeti a rezsit, mellette próbálja összekaparni az életét, az egy összegbe ki fogja tudni az eszközkezelőnek fizetni azt az összeget, amit ő kér? Csak ha fideszes mondjuk. Pontosan, tehát itt az volt a lényeg, hogy... Orbán közeli. Amikor az ember... Nem eszközkezelés. Amikor az ember lejön, akkor egy programmal jön le, hogy mi a feladata. És ez mindenkinek így van. Ami benne van a születési képletében, mindenben. Tehát ez már... Tudományosan bebizonyította. Én nem, de van, aki tud. Mindenkinek más a feladata. Mindenkinek más. És benne van a születési képletébe, hogy mi a feladata az embernek. És pont az volt a lényeg, hogy ne tudjál azon az isteni, tehát az az isteni út, ami benne van a születési képletedbe, hogy mikor születtél, mi a feladatod, mi a neved, minden benne van. És amikor lejön az ember, akkor elengedje azt az utat. Azért elvitték olyan dolgok felé, hogy már a bölcsödébe elkezdték nevelni az embert, hogy ne azon az úton járjon. Majd becsillogtatták neki az aranyat, a pénzt,
És akkor azt mondta az ember, hogy hát én péknek jöttem, mert az van bennem, a lélek, azt mondja, hogy legyél pék. Hát, de én nem leszek pék, mert elmegyek ügyvédnek, és akkor 5 milliót fogok keresni. És akkor ez volt az, ami teljesen tévútra vitte az emberiséget. Jézus Krisztus most megint írt a YouTube-on, és látható, szerintem a South Parkból jött, legalábbis a szövege alapján. Mi a szarnak vett fel hitelt? Pisztolyt szorítottak a fejéhez, aki hülye szenvedjen? De... Köszönjük, Jézus Krisztus! Elárultad magad, hogy valóban... South Park. Ból jött. Oké. Okay. Valaki kérdezte, a Bunyavác Péter kérdezte a Facebookon, hogy a fatimai titok. Akkor mi az álláspontod a fatimai titokkal kapcsolatban? Én nem tudom, mi az a fatimai titok. Szerintem... Fatimai, hát jó, nem mondom azt, hogy nem maradtál le semmi. Fatimai jelenés. De azért... Fatimai jelenés, azt igen, azt három hallottam. Lány volt, végül igen, nem lett igen. Aztán végkifejletet, de azért elgondolkodtató a sztori amúgy. Meséljetek már róla, mert én se vagyok. Nem, én csak hallottam róla, hogy van ez is, van ez a jelenés. Volt három kislány, rendesen bejárták a világot, aztán a sztoriuk, ugye, hogy... tehát, hogy megjelent nekik a Szűz Mária, vagy Szűzanya, vagy mi, ilyesmi, és tehát ez a század elején, a 20. század elején volt kb. És aztán több alkalommal, és a végén, hát a történelmi leírások szerint aztán már volt, hogy több ezren mentek, és aztán volt egy olyan jelenés, amit valami jelenés, előadottam, de... több ezren látták, akkor azt már történelmi állítások szerint, tehát, hogy megállt valami, hogy homályba borult a nap, meg megrázkodott, meg nem tudom, tehát ilyen fényvillanás, tehát nem úgy, hogy megjelent valami, de hogy az történt, és hogy állítólag egy titkot adott át nekik. Nem az és aztán csak ott az írásom. Aha, mindjárt akkor felolvasom. Jó, mert olyan humoros emberek vannak, ez nagyon jó. A pápaság ezt nagyon komolyan vette ezt a dolgot, meg azért a világ népei is ezt a fatimai jelenéseket, ugye három fatimai lány. Ugye, és már meghalt most már mind a három, de hát ugye a harmadiknek kellett volna elmondani a világ titkát, és valamit el is mondott, de nem volt olyan ütős dolog, amit úgy meghatódott volna rajta az ember. Mi volt az a vicc? Nekem El Diablo írja, hogy nekem Rezsi Szilárd jelent meg a 47 000 forint. Jó, igazából annyit kell megérteni, és ez fontos, hogy ez a világ, ami eddig volt, a feje tetejére volt állítva. És be voltak állítva olyan dolgok jónak, ami nem volt jó, és be volt állítva olyan dolog rossznak, ami nem volt rossz. Úgymond meg voltak cserélve nagyon sok szerep. Bocsánat, hogy ezt megkérdezem, de a történelemben ugye pont azt látjuk, amúgy ennek a fordítottját látjuk igazából, hogy is mondjam, tehát erkölcsi dolgok, erkölcsi témák, tehát ha megnézzünk egy 1800-as évi tankönyvet, mondjuk biológia tankönyvet, vagy akármit, vagy ami mondjuk az emberi léttel foglalkozik, úgy kezdődött, hogy a Isten 6 nap alatt teremtette a világot, stb. Nem evolúció van minden, aminek én abszolút nem vagyok a híve máskülönben. Tehát, hogy azért minden, sok minden erkölcsre kell, hogy legyen benne valami, az ebédben kell, hogy legyen valami finom is, mert különben nem eszed meg. Jó, de úgy értem, hogy szerintem pont inkább fordítva van, mert most fordult a világ a tetejére, tehát hogy most felejtünk minden erkölcsön. Nem, most vagyunk hogy most voltunk a káosznak a csúcsán. Most voltunk a végkifejletnél, ahol eldőlt, hogy marad a Föld egyáltalán, vagy megy a levesbe. Mert már többször elment a levesbe, úgymond a Föld, tehát már többször volt, úgymond vége annak a világnak, és jött egy teljesen új... emberiség. Lásd mondjuk Római Birodalom bukása, stb. Nem. Ez a 26 ezer éves ciklus. Kornélia Fekete egyébként írja. Sokkal idősebb az emberiség, mint amit itt mondanak, hogy 6 ezer éves. Tehát ezer... Mert találtak 40-60-80 ezer éves dolgokat, amit bebizonyított a tudomány, és akkor azt így próbálják mondani, hogy hát nem tudjuk, hogy honnan jött ez a 80 ezer éves csavar, vagy ez a 50 ezer éves piramis, de az emberiség az csak 6 ezer éve van. Hát mondjuk, ha bejössz velem az Várjál, inkább ülj ide akkor egy kicsit. Kornélia Fekete azt írja a Facebookon, a fatimai jelenések utolsó részét a pápának nyilvánosságra kellett volna hozni. Valami ilyesmi rémlik nekem is, ugye nem? Jó. Akkor míg a Brigi elhelyezkedik, akkor én visszatekernék egy hozzászólást láttam. Köszönöm, kedves nézőket!
Közben beszélünk, tehát valaki beszél. Komcsi Hunter azt írja nekünk itt, hogy általában azokat rakják ki, akiknek jó helyen van az ingatlanjuk. Nekem az egyik szomszédom több millió forinttal tartozik csak közös költséggel, és hosszú ideje, de rá se bagóznak. Elsősorban, akiket kilaknak az otthonaikból, az általában devizahiteles. Azaz devizahitelesnek csúfolt, átvert ember. Tehát itt vagyok én élő példának, 7 éve vagyok kilakoltatva, nem volt jó helyen az ingatlanom, mert harmadik kerületben kasszás dűlő az nem tartozik egy akkora frekventált környezetnek, mégis 2 darab óbudai ingatlant vitt el tőlem a végrehajtó, 1 darab 10 millió forintos hitelre, amire már 4 milliót kifizettünk. Úgyhogy ez nem csupán attól függ, hogy hol van az ingatlan, hanem az, hogy kiindítja a végrehajtást. Egy közös költségtartozásnál ugye a közös képviselő és a közös képviselőt ellátó cég az, aki indíthat egy végrehajtási eljárást. Most, ha ő nem tesz lépéseket azért, hogy behajtsa a kint lévőségét, akkor nincsen semmi probléma. Viszont a bankok, azok onnantól kezdve, hogyha az emberek nem tudják megemelkedni a megemelkedett 3-4-szeres törlesztő részletet fizetni, akkor ők elindítják a végrehajtást, és ha ott még rezsi hátralék is keletkezett, akkor jön az, hogy bekapcsolódnak ezek a különböző cégek a végrehajtásba. Úgyhogy ne keverjük össze a két kilakoltatást, mert iszonyatos nagy a különbség. Az eszközkezelő is a devizásoktól vette át az ingatlanokat, és most nagyon sokan onnan is utcára kerülnek, hiszen tavaly mondom 200 családot raktak ki, és most ezzel az új rendszerrel, hogy állítólag vissza lehet vásárolni az ingatlant, de az embereknek nem lesz egy összegbe annyi pénze, amivel ezt meg tudná csinálni, úgyhogy innentől kezdve ők is kereshetnek albérletet, vagy valami alternatív megoldást. Na most nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi volt itt eddig. Brigitta elmondja, amit még szeretne, és akkor utána szerintem térjünk rá arra, hogy mi a megoldás. Oké. Okay. Ja, hát én csak egy annyit akartam volna megjegyezni. Itt vagyok. Hogy tehát ha bejönnél velem az ELTE TTK-ra, mondjuk egy föltanórára, akkor eléggé elájulnál. Aki nem jár egyetemre. Igen. Jó, igen, tehát a föltan konkrétan az, hogy köveget adogatnak, és elmagyarázzák, hogy az a jurából van, és annyi millió éves, az meg a krétából, az meg annyi millió éves, tehát hogy milyen szempontból alátámasztható, amit tudsz mondani. Hogy üti az eddigi tanítás, az eddigi tanítást üti. Ugye? Tehát, hogy nem 6000 éve van itt az emberiség, hanem sokkal régebb óta. Ja, olyan szempontból igen, viszont hát nekem az őslénytan tanárnőm mondta nevetve, és ez egy kicsit elbizonytalanított, hogy hát, Brigi, képzeld el, ugyanazt a mamut fosszíliát, ugyanazon eszközökkel, ugyanannyi idő alatt kétszer ugye csinált ilyen vizsgálatot, és két különböző eredményt kapott, szóval még annyira pontosan nem tudjuk, hogy mennyi idős a Föld, és erre néztem, úgyhogy the fuck. Jó, amúgy hozzátette, hogy amúgy, tehát, hogy vannak különbségek, mondjuk nem nagyon óriási, de vannak különbségek, és hogy biztosra még nem tudnak semmit, de nem tudom, tehát amúgy én akkor sem vagyok hajlandó elhinni, hogy a legközelebbi rokonom a majom. Hát mert nem a majom a legközelebbi rokonunk, tehát az ember az ember. Tehát az a teremtés koronája. Hát valahogy én is ilyesmit hinnék. Tehát a majom, az ember pedig ember, tehát nem... Hány jobb kell? Ingyen van. Gyere, olyan sallát kapsz, nagyon szívesen, 2 is. Ő erre buszáj volt már, az, hogy itt csak azért, mert hülye itt kérdés. Itt is jön, gatya atyám közli velünk, hogy rosszul tájékoztatsz az eszközkezelővel kapcsolatban, az eszközkezelő honlapján meg lehet nézni a feltételeket, nem látok benne semmi sumákságot, hurrá, örülünk neki. Baj, hogy reménykednek sokan a Facebookon a visszavásárlás miatt, írja Andrea Alexandra. Ez baj, mert megint csak átverik a többséget. Köszönöm, Andrea. Tehát rendben van. Én nagyon örülök, kedves gatya atyám, ha már így nevezed magadat, és nem mered a saját nevedet vállalni, sem az arcodat, akkor... örülünk neki, hogyha nem verik át az embereket, csak sajnos nem ez a tapasztalatunk.
Igen, amúgy mindig utólag derül ki, hogy az jó volt-e vagy nem. Amúgy egy érdekes hozzászólás, csak így az előző témával kapcsolatban, hogy találtak már 500 000 éves kalapácsot, ami benne volt a kőbe, köré épült a... Igen, de ugye azért 6000 éves körülbelül az emberiség. Tehát itt akkora csúsztatások vannak, akkora átverés ez az egész, ami eddig volt. Pont az volt a lényeg, hogy az ember tudatlan legyen, ne tudja meg az igazságokat, még az Istent is úgymond kívül keresse, elmenjen templomokba, és ott próbálkozzon imádkozni, és akkor közben a paptól kérjen gyónást, meg stb. Ő megadja oda a papnak a pénzt, ő meg éljen, mint Marci Evesen, a másik az pedig akár földönfutó is lehet. Levente Erdélyből kérdezi, ezt megválaszolom, és aztán kezdjük a megoldást, mert engem is érdekel, hogy a bőrszínek miért különböznek az embereknek. Azért, mert tehát egyszerű genetika, tehát ha sokat sütteti magát az ember a napon, valahol az egyenlítő környékén, akkor elég könnyen elképzelhető, hogy megbarnul, bizonyos testrésze jól nagyobb hőt ad le, lásd, homrok, ágyék, stb. Mondjuk tenyér, akkor ugye az nagyobb lesz, mondjuk a fül, igen, pont láttam dokumentumfilmben, hogy az elefántoknak ugye hiába nagyok, nem jó az, hogyha egy test nagy, mert annál több hőt tárol, és a fülükön adják le azért a nagy az elefántnak a füle. Röviden valami ilyesmi. Ugye természetesen, aki mondjuk hidegebbőbben volt északabban, az jellemzően kicsit alacsonyabb volt. Tehát, hogy ezt egy kicsit így, nem tudom, ezt ilyen hosszabb időbe kell nézni, hogy miért alakultak úgy a dolgok, ahogy. De vannak erről nagyon részletes videók, tehát én most csak így nagyon a nagyját mondtam el, ami éppen eszembe jutott, nem mindent, lehet ennek több jobban is utána nézni. Na, akkor hallgatjuk az aranykortnak a kapuját, hogyan tudjuk kinyitni. Igazából az a lényeg, hogy az, amit itt elmondtunk, az eddig volt, és húzzunk egy vonalat, mert különben, hogyha nem ezt tesszük, és továbbra is a fejünk után megyünk, és neki megyünk a rendőröknek, a tüntetéseket próbálunk szervezni, stb., akkor úgy elbukunk, hogy az csak na. Tehát csak is úgy tudjuk megoldani, hogyha úgymond a szellem és a test az együtt tud dolgozni. Tehát hogyha, ahogy mondtam, hogy oda tették Ukrajnát meg a többit, a Jóisten oda tette, és akkor mondom, és ez most mi? Mi a lényege? És akkor mutatta, hogy igen, ezt szeretnék Magyarországgal is csinálni, mert Magyarországot úgymond el szerették volna pusztítani. Nem véletlenül szerették volna országunkat elpusztítani, hiszen nagyon-nagyon sok régi prófécia, régi nagy nevek mondják, ugye, hogy magyarok az a mag népe. Így van. Tehát gyerekek, egy valamit vegyünk tudomásul, a mag mindig kihajt. Így van, a mag az a magot elpusztítani nem lehet. Viszont ha te nem térsz vissza önmagadba, nem kezdesz el önmagaddal foglalkozni, és szívből elindítani mindent, és egy kicsit az elmédet most tett félre, kérlek szépen, és próbálj meg a szíveddel figyelni, és akkor előre tudunk lépni egy olyan úton, amit Isten megadott nekünk, itt van, már a kulcsok a kezünkben vannak, lépésről lépésre építjük föl az aranykort, nem csak mi Péterrel ketten, hiszen ezen azért nagyon sokan dolgozunk. Tengernyien. Rengetegen, tehát ezt így föl sem tudnám sorolni, hogy úgy a földi létben mennyi ember van mellettünk, mint ugye föntről az égi segítséget megkapjuk minden téren. Legyen példa az én életem. Én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó példa lehetek előttetek, és nem azért, mert én több vagyok, mint ti. Nem vagyok több, ugyanolyan egyszerű ember vagyok, mint ti, bármelyiken, és ha én ezt meg tudtam csinálni, akkor ti is meg tudjátok csinálni, csak merjetek hinni magatokban, mert ha ti nem hisztek önmagatokban, és ti nem tudtok szeretettel fordulni magatok és embertársaitok felé,
akkor ebbe senki nem fog tudni nektek segíteni. Higgyétek el, sem az ügyvédek, sem a jogászok, sem a bírók, senki nem fogja megoldani a ti problémáitokat, de sajnos ott kell, azt kell lássuk, hogy a jelenlegi egészségügyben még az orvosok sem, amikor orvosi hiánnyal küzdenek a kórházak. Tehát látjuk, vagy ti ráálltok arra az útra, amiért lejöttetek, mert mint Péter mondta, mindenkinek megvan a maga feladata, a maga szerepe ebben a történetben. Egyiken sem vagyunk többek tőletek, csak mindenkinek más a feladata. Tessék megkeresni, magában nézni mindenkinek, hogy ő miért jött, mi az, amiben tud ennek a közösségnek segíteni, hogy a magyar nép tényleg újra fölé támadjon, és végre elinduljon innen Magyarországról az aranykor. És akkor Péter azt hiszem egy pár üzenetet szeretne szó szerint átadni. Szó szerint amit... olvassam fel? Igen, igen. Jó, tehát... Ha kész vagy, akkor majd mesélhetnél egy kicsit a proféciákról is, mert érdekelne, és miközben olvasod, átadom a helyet főszerkesztő úrnak. Parancsolj, gyere Árpi! Tehát, ha továbbra is ezt az utat követjük, magyarok, amit eddig követtünk, hogy próbáltuk ugyanúgy, ahogy mindenki más, akkor elbuktunk. Pedig most az aranykor megnyilvánulása előtt vagyunk. Ja, de ez már idézet. Ez a Jóistentől származó idézet, amit mondtam, hogy megmutatta Ukrajnát, a véres háborút, megmutatta Franciaországot, Venezuelát, hogy ezt szerették volna a magyarokkal, hogyha ez történik. És hogyha istentelenül megyünk a forradalomba, vagy bármi hasonló, akkor megtörténhet. De a magyarok istene segít. Elmondta, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ez ne történjen meg, és az, ami eddig volt, az úgy, ahogy van, összeomoljon. És az aranykor megnyilvánuljon. Mert ahogy mondta Enikő, itt van minden, készen van. Itt vannak azok az emberek, akik azért jöttek, hogy segítsenek, akik csupa szív, csupa szeretet. Tehát akik, úgymond, akit a Jóisten küldött, akiket a Jóisten küldött, és készen vannak arra, hogy segítsenek, hogy vezessék a világot. Mert itt egy teljes, óriási változás fog következni, amit el se tudtok képzelni, hogy milyen. De csak akkor, hogyha a magyarok megcsinálják. De most a magyaroknak áll a zászló. Már nem penge élen táncolunk, hanem már átbillent a fény oldalára ez a óriási harc. Úgyhogy most már nagyon közel van, és március 15-én lesz majd egy nagy dolog, amit közösen kell, hogy megcsináljunk. Na most visszatérve a forradalomra, ez így hangzik. Ez van, mikor Isten nélkül mentek harcba. Ez vár a világra, lépjél hát fénynek magja. Hozzátok el, magyarok, az isteni áldott világot, mutassatok példát, arra menjetek, amerre a turul szállott. Midőn most eképpen tesztek, a világnak isteni példák lesztek, Isten nélkül elbuktok, ezt eszetekbe véssétek. Arra kérlek titeket, a turult kövessétek. Megmutatja, milyen az igazi forradalom. Ő azt tolmácsolja, ami a kérésem, akaratom. Lépjetek együtt, egy irányba egyszerre, most feltámad az ország, a fénynek nemzette. Induljatok, magjaim, induljon a forgatag, így eltűnik a világból az, ami forrongat. Isteni lép a helyébe, ami mindnyájatok álma, figyelj, világ, a fény isteni nagymadarára. Arra menjen mindenki, amerre ő száll. Ki gyermekem követi, ő biza jól jár. Nélküle elvesztek, magom lakik benne, Jotengrit az egy, a koronát a fejére tette. Ő a sok nagyság, ki a fényben, ő is a sok nagyság, ki a fényben magasan van, lementek segíteni azok, kiknek szeretetük nagy. Ez az aranykor,
Ez már a boldog édeni világ. Kövessétek a magyar példát, jól figyeljél világ. Megmutatják azt, miként lehet a sakált legyőzni. Az erőszakkal lehetetlen őt legyűrni. Csak az isteni szeretet tudja térdre kényszeríteni. Figyeljétek a magyart, mert ő ezt itt és most megteszi. Minden ország, minden nemzet állj a magyar mellé, mostantól a világ vezetői boruljatok le magjaim elé. Tegyétek, mit kérünk, azt cselekedjétek, eképpen köszön be az aranykori élet. Egy út vagyon csupán, mit az ég mutat a magyarnak. Ők az egész mindenséggel kapcsolatban vannak. Ők az isteni őrök. Ők az isteni örök őrzői a kerek egy világnak. Figyeljétek őket, mikor az isteni kard által győzelemre szállnak. Világ minden népe, ideje indulni, egyszerre lépjetek, vívjátok ki szívvel szeretettel az aranykori életet. Világ, mozdulj, itt és most szállj a magyarokkal, eképpen tudtok ti is egyé válni a valódi aranykorral. Ezt a magyarok istene üzente a magyaroknak. Segítek néktek, vezetlek titeket, megkapjátok tőlem a valódi életet. Magom hallja mindig a kéréseteket, most magom kérem a figyelmeteket. Tegyétek azt, amit mutatok, amit mondok, keressétek azt, kinek ajkán keresztül hozzátok szólok. Keressétek őt, a madaram, kinek szíve az enyém, benne, nála vagyon a világnak szánt égi nyeremény. Mikor mondá az égi üzenetet, az tőlünk az isteni fénytől ered, tárjátok ki most a szíveteket, figyeljétek ködmönben élő gyermekemet. Mutatja az utat, amit magom súgok neki. A vaskori világot a magokkal most elsöpri. Ő az igazság világossága, őt költük vezetni, engedjétek magatokat általa szeretni. Ahogy magom szeretlek, úgy szerető titeket, ezért adja néktek az isteni valódi életet. Hallom kérésetek, tegyétek, mit általa mondunk. Végezzük a világ és ég együtt az isteni dolgunk. Sokan vagytok a világban áldott fénymagok, keressétek meg a kicsi fénynapot. Aki száll, repül, mindig fel hozzám, az ő igaz ajka az én isteni szám. Átadja néktek, amit magom mondok neki, amit magom kérek tőle, azt ő megteszi. A segítség ott van köztetek, elküldtem, ott ragyog köztetek az én fényességem. Mert szeretünk benneteket, áldott emberek, figyeljétek szavamat, mit ő közöl veletek. Magjaim alkotják meg a világban a valódi isteni életet, árasszátok magatokból az isteni fényt, a szeretetet. Ezt életbe vágóan fontos, hogy megértsétek, amit a magyarok istene üzent. Akkor most magyarázni. Tehát a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mindig ezt mondjuk. És közben pedig nem is figyelünk rá, mert hogyha ráfigyeltünk volna, az elmúlt 1000 évben nem történtek volna meg azok a dolgok. Voltak itt királyok, voltak itt olyan emberek, akiket mindig küldött a magyarok istene, hogy őrizze meg a népét a vaskor végéig, hogy amikor eljön ez az aranykori pillanat, akkor leküldje az összes fénymagját gyakorlatilag, akik elhozzák az aranykort. Tengernyi olyan ember van itt lent, aki hasonló Jézushoz, vagy Budához, vagy bármelyik hasonló valamelyik profétához. Tehát tengernyien vannak lent, akik olyan szeretettel vannak irántatok, amit el se tudtok képzelni, hogy mennyire szeretnek titeket ezek az emberek, és azt várják, hogy odaadjanak nektek mindent. Mert ők tudják, ők akkor lesznek boldogok, ahogy én is, hogyha ti boldogok vagytok. Amíg te boldogtalanok vagytok, addig mi is boldogtalanok vagyunk. Mi úgy vagyunk összetéve, akik a fényből magasról leérkeznek közétek. Tehát mindenki, aki magasról jön vissza, ő adni akar, hogy az a... És tudja azt is, hogy amit elveszel a világtól, úgy a fényed, a lelked fénye úgymond
csökken, minél többet kapzsiskodsz, harácsolsz, és minél többet adsz, annál magasabbra kerülsz az Istenhez, annál magasabb lesz a fényed, a szeretet által. És kiemelt fontosságú, hogy megértsük, hogy a magyarok istene az mutatja az utat. Ahogy mindig megmutatta az utat, hogy megmaradjon a magyar, őrizte a magyart, és azért kellett megmaradjon a magyar, mert a magyarból indul ki az új élet. Ő a mag. A magból fakad az élet, ahogy a Jóisten is fogalmazta. Ti vagytok magjaim, ti vagytok az élet. Egyébként sokat számít az, hogy egy ember, illetve egy nemzet mit tart magáról. Ha megnézzük a zsidóságot, ugye az a legöntudatosabb nép a bolygón, és eznél fogva a legsikeresebb is. Tehát, hogy ugye nem kell feltétlenül nagyon spirituális szempontból sem megközelíteni, egy nemzet akkor válik nagyjá, hogyha a lakosai ebben hisznek. És igen, és tudják, hogy kik ők. És a magyaroknak is tudni kell, hogy kik ők. Ennyi. Tudnotok kell, hogy kik vagytok. Ti vagytok az a nép, aki példát kell, hogy mutasson a többinek, hogy lehet ezt szeretettel is megoldani, ezt, ami most van, nem kell itt egymásnak menni, és a franciák meg a többiek azok így fognak lesni, hogy jé, hát ezek megoldották úgy, hogy egy csepp fegyver meg semmi nem dörrent el. És igen, akkor ez hogy ahhoz... történik, hogy mondjuk hirtelen elkezdünk nem adózni? Vagy... Nem, várjál, de bocsánat, nem, az fontos hozzá, igazából az fontos hozzá, persze, mert mi nem egyforma ideológián vagyunk, de látom azt, hogy tehát, hogy ha ez volna, amit a Bali Péter mond, az is egy olyan út volna, ami olyan felvirágozáshoz vezetne, feltétlenül, amiben most, amit el se tudnak képzelni most az emberek. Tehát, hogy... Ez így van. Igen, csak ugye az emberek úgymond el voltak nyomva, és nem mernek hinni. Merjetek hinni, magyarok, és hogy ahogy ti vagytok is azok. Valaki, hogy... Hogy lehetséges ezt megvalósítani úgy, hogy hát most nem akarok pesszimista lenni, de mi van akkor, ha mondjuk maradnak kivételek, akik mondjuk kapzsik maradnak, stb. Nem feltétlenül vallják ezt a szeretetet. Most akkor nem mondhatom azt, hogy büntessük őket, mert akkor ugyanoda térünk vissza, ahol vagyunk. Nem kell, nem is nem szabad büntetünk. Senki sem büntetni. Tehát csak büntetünk. Jutalmazzál, mindig azt mondta a Jóisten, hogy jutalmazd fiam őket. Így van. Volt itt egy izé, ezt muszáj felolvasnom, mert tetszett a izé. Okay. Büdös lábú réti cigány úr írja, hogy ez a neve, ugye egy büdös lábú réti cigány, hogy tényleg lehet az a baj, hogy Orbán cigány, és ezért nem hozta el az aranykort. Gyurcsány meg zsidó, lehet kéne egy magyar, és jönne a fasz a világ. Mondjuk Pintér. Ugye, tehát, hogy van azért magyar, akitől szintén nem lesz aranykor, de hát ez egy olyan magvas izé, mint hogyha... Nem mindenki, aki magyarul beszél, az nem mindenki magyar. Mindenki magyar, így van. A magyar az egy lélek minőség. Ahogy fogalmaztam, hogy itt vannak azok a fénylelkek, akik visszatértek a földre, hogy a Jóisten küldte őket, hogy segítsenek elhozni az aranykort a szeretetük által. A magyar az olyan, mint egy felemelkedett mester, alatta lévő lélek minőség. A magyar ennek a világnak az őrző népe. És mivel a magyar, az őrző nép el volt nyomva, azért tudták megcsinálni azt, amit meg tudtak csinálni a úgymond, akit fogom mondtad, hogy a zsidók, ugye, hogy milyen okosak, milyen... Igen, mert ők tudták, hogy mit kell csinálni, elég elnyomni a magyarokat, és mindenkit rájuk uszítani, és akkor itt azt csinálunk, amit akarunk. Na de ezt megelégelte a Jóisten, mert látta, hogy a magyarok akarják, és a világ akarja, hogy eljön ez a jobb világ, és leküldte azt a szeretett fénycsapatát, aki megoldja azt, hogy ez így söprés, és a helyére jöjjön az új. Csak ehhez kelletek ti is, mert mi kevesek vagyunk. Mert úgymond, amit ti csináltok, hogy kimentek az utcára, az nagyon jó. Csak engedjétek meg, hogy azokat a tanácsokat, amit a Jóisten nekünk elmond, és amit mi megbeszélünk a felemelkedettek, azokat átadjuk nektek, hogy hogyan menjetek ki az utcára. Nem mindegy, hogy a rendőröknek neki mentek késsel, vagy valami egészen más módszerrel próbálkoztok, illetve nem próbálkoztok, hanem amit a magyarok istene súg.
Most hadd mondjak egy poént, ami teljesen ezt kapcsolódik. Egy kedves keresztény ismerősöm mondta azt, hogy neki nagyon nagy álma az, hogy egyszer menjenek ki ezeren imádkozni Orbán Viktorért. Na de ugye ezzel azt ér... De ő ellenzék egyébként teljesen. Tessék? Az illető ellenzék, akit most mondasz. Igen, de hogy ez ilyen kétoldalú dolog lenne, hogy vagy annyira felhívná Isten haragját Orbánra, hogy elpusztítaná, tehát most akkor így, most akkor ezzel visszakérdezte, hogy most akkor te azt akarod elérni, hogy menjünk ki ezeren megölni őt. Tehát, hogy, ugye, mert ez is benne van a pakliban, ez is benne van, hogy megkönnyöröd az Isten alatt, és valamit megváltoztat benne. Senkit nem kell megölni. És jó, ez most csak ilyen poénosan jött ki, menjünk imádkozni, érted, de hoppa, azzal kinyírod, mert Isten haragszik rá, mert sokkal rosszat csinált. Isten nem haragszik. Isten a szeretet. Tehát aki haragszik, az nem az Isten. Ami a Bibliában, az Ószövetségben volt, hogy legyilkolom, meg ez meg az, az nem az Isten, hanem az, aki most 4000 évet itt uralkodott, az a másik. Az Isten az sose haragszik. Ő szeret. Ahogy Jézus. Ugye? A megtestesült Isten. És akkor ki volt az apja? Ki? Vagy az atya, mondjuk. A másik, aki... A Krisztusnak. Hát ő a megtestesült Isten. Tehát itt jön az, amikor vallásbeli problémák jönnek, ugye, hogy mi van a Bibliában. Na most nagyon jól tudjuk, hogy ebben a 120 féle Bibliában, mert már az én kezemben is volt nem egy, nem két féle, és ha két Bibliát egymás mellé rakok, különböző vallásnak a Bibliáját, pedig mindkettő keresztény. Látjátok, ott van a megoldás. Ennyi. A magyarok Istenének áldását kell kérni a képviselőinkre. Sándor Karácsony. Köszönjük. Köszönjük szépen. Így van. Tehát most emberek, vegyük már tudomásul, hogy a Bibliát is emberek írták. Amit jó nagy csúsztatásokat tettek bele. Százszor át lett variálva. Az eredeti Bibliát nem véletlenül nem merik a pápánál nyilvánosságra hozni, pedig ott van. Ott van a pápánál. Mert tudja a pápa, mert hogy tudja, akkor kiderülne akkor az igazság. Végül kiderül az igazság, akkor kiderülne az, és igen. Lehull a lepel. Így van. És le fog hullni a lepel. Így is, mert, úgy is. Mert nem ők szervezkednek itt, hanem a felső hatalom eldöntötte, hogy nem tudom, hogy elmondtam-e, hogy igen, elmondtam, hogy Penge élen táncoltunk. 2019, második hó másodikán az Egyisten, tehát aki a minden, az Egyisten úgymond a szertartáson megjelent, és megáldotta Magyarországot. És azt mondta, hogy innentől kezdve csodálatos, és örült, és azt mondta, hogy csináljuk. Csak azt csináljuk ezt az utat, amit eddig csináltunk, a szertartásokat, stb. Stb. Hogy úgymond a fényt, a szeretetet, azt tudjuk árasztani itt a Földön. És milyen szertartásokat csináltok? Hát most utoljára az a szertartás, amit csináltunk, az egy nagyboldogasszonyi szertartás volt. Nagyboldogasszony is képviselteti magát itt a Földön. Tehát most olyan lelkek születtek le, akiket el se tudtok képzelni, hogy mekkora lelkek vannak itt. És ez a nagyboldogasszony, ez mit akar? A nagyboldogasszony, ugye, hát a magyarok azok tudják, hogy ki a nagyboldogasszony. A nagyboldogasszonyi szertartás az arról szólt, hogy vannak a teremtőink, ugye úgy mondja a Biblia is, hogy csináljunk. Nem azt mondja, hogy csinálok, hanem csináljunk embert. És valójában az elemek azok, akik alkották az embert. Ők, akik csináljunk embert, akik így fogalmazták, hogy csináljunk. Az elemek. Ami minden itt van. És úgymond a világ, ez a világ, ez tartalmazza ezt az összes elemet. A többi, a Mars, meg a többi, az nem tartalmazza. Tehát itt van fa, víz, tűz, nem, levegő, víz, fa, és tűz. Föld, tűz, nap. És itt van a hang, a rezgés. És ezek az elemek. És a térbe vannak az elemek. És ők alkotják. Ők alkotnak mindent. Tehát ők azok, akik mindent alkotnak. És ennek a szertartásnak az volt a lényege, hogy eddig a tűz korszaka volt. Vegyünk el mindent, gyilkoljunk el mindenkit. Harácsoljunk, és mindent magunknak akarjunk, ilyen tüzesek legyünk.
És most jön a foton. Most átmegyünk, korszaka? Most átmentünk, átbillentünk a fa korszakába. A fa a megtartó erő, a szeretet. Tehát egy olyan jézusi szeretetet képviselő emberekké válunk, mindannyian. Aki meg nem tud, ott jön az, amit te mondtál, hogy jön az elragadtatás, tehát a kiválasztódás. Aki nem képes ezt fölvenni, ezt a rezgést, az vissza kell térjen oda, ahonnan jött. De egyébként ez a Biblia, tehát ami most van, az ugye volt 2000 évben, vagy 2000 év, hát 2000 éve van nagyjából. Igen. Ugye ez 1500, azért olvasták fel, annak ilyen papok latinul, hogy az emberek ne értesüljenek arról, hogy mi van benne, és akkor Luther fogta, és részenként fordítgatta le, mert gyakorlatilag államtitokként volt kezelve, és aztán ugye abból lett a világreform. Amit úgy valahogy odaadtak, hogy nesztek itt van. De ezt se tudom megérteni, tehát hogy olvas fel, tehát hogy mondjam, latinul azt mondták, hogy valaki... ezt csak a papok jogosultak tudni, a nép kötelező volt elmenni a templomba, beültek a templomba, és hallgatták azt a latin szöveget, amit ők nem értettek. Jó, de ezt most értem, de én nem tudom elképzelni, hogyha valakinek segíteni akarsz tényleg, akkor miért nem olvasod fel neki? Hát van, aki segíteni akar, csak... Igen, így van. Vannak itt azért jó hozzászólások is. Így tehát van. Nekünk, Andrea Alexandra Simon. Igen, nagyon jó. Nekünk nem is kellene gázért, villanyért fizetnünk, mert Magyarország geotermikus energia hatalom. Ezek tények. És ez így van. Így van. És még nagyon sok olyan kincs van Magyarországon, amit nem tudtak kiaknázni, illetve még nem öltött testet, de megmondta a magyarok istene, hogy midőn visszakapjátok országotokat, ez lesz az Éden újra. Tehát ez lesz a mennyek országa elsőként Magyarország. Itt a Burainél Farkas kérdez, hogy ez a szektársak. Nem, köszönjük szépen, nem vagyunk szektársok. Nem, keresztény vagyok, a Brigitta... Még hídgyülekezetesek sem, mint ahogy valaki írta, úgyhogy... Én azt, még azt sem mondom, hogy hát az az ős magyar hit, amit elmondtam, hogy a természet és, az Isten, hogy van az a felső szellem, ami mindenben segít, ami fogja a kezünket, és nem enged el. Segít, csak figyeljük őt. Hagyjuk, hogy fogja a kezünket. Tehát ugye az, hogy a keresztényeknek 2000 éve kijelentett ugye valaki, aki spirituális keresztény, az ugye tapasztalta, az most nem, az tudja, hogy miről beszélek, és van más, valami más, meg kijelentett másoknak valami. De egyébként a Bibliában ugye azt írja az Ószövetségben is, hogy például volt olyan eset, ami le van írva, hogy az Isten elküldte az angyalát, azt mondta, hogy jelentkezzen valaki, aki ámító angyal lesz az én profétáimnak. Tehát, hogy mindegyiknek hazudni fog. És akkor elküldte, az összes profétának hazudott, ugye, így szól a történet, kijelentés, egyik profétának meg igazat mondott, de csak egynek, és így lett ugye a konfliktus, mert azt az egy profétát elkezdték üldözni, az összes többinek meg ugye igaza volt, de hát azoknak, tehát az összes többinek hazudott valójában az Isten. Tehát most nem egyforma egyébként meg az ideológia. Az és a végén kiderült az igazság? Már nem emlékszem, mert már régen. Régen nagyon kenten vágtam a Bibliát, de kicsit elvilágiasodtam, mert a problémák meg a balhékbotrányok is ezért. Négy kamerával közvetítünk egyébként, Facebookra, YouTube-ra egyszerre. Most ez a harmadik itt alkalom, a Burainé, hogy nem akarják betiltani, már így mondom, hogy nem akarják betiltani a Facebookot, de mostanában az összes közvetítésünket mindig megszakították. Valahol ez most zsinórban a harmadik, mióta kiírtam, hogy megint be fogják tiltani, és az lépjen akkor rá a YouTube-ra. Azóta most nem történt betiltás, hát nem tudom, meddig fog ezt tartani. Tehát Ica Burainé Farkas írja, hogy jaj, de jó lenne víz, villanygáz. Igen, meg lesz. Az aranykorban ezek mind meg lesznek. Viszont akkor térjünk most már rá tényleg a megoldásra. Mik azok a lépések, amiket a magyar népnek meg kell tenni? Péter, légy szíves, akkor ezt... Jó, akkor még egy utolsót, amit a magyarok istene üzent a magyaroknak. Azért, hogy eljöjjön az aranykor, és az a másik nép, aki a bankokat uralja, a multikat uralja, ne tudja országunkra rátenni a kezét. Jó? Tehát aki úgy érzi, hogy szeretne valamit cselekedni, és kinyitja a szívét, és meghallgatja a magyarok istenének az üzenetét, addig, ameddig ti nem tudjátok hallani, addig én segítek ebben. Aki kíváncsi rá, annak elmondom.
ezt mondta, amikor valaki ugyanígy hozzászólt, és akkor én megkérdeztem tőle, hogy na most mit mondjak nekik arra az üzenetre, amit föltettem, mert mindig fölteszek üzeneteket, és akkor ti hozzászóltok, és akkor ami a leginkább így megragadja a szememet, akkor én fölteszem neki, ő meg elmondja. És akkor mint egy vers így leírom egy perc alatt és kész. Tehát olyankor gyakorlatilag ugye ő súg nekem. Az a nagy szellem. Ezt tőletek kérdezi. Aképpen akarjátok eltüntetni a vaskort, és elhozni az aranykort, hogy ütitek a vasat? Csak úgy közben látsátok azt, amit mondok. Így képtelenség, mert a vas megerősödik, és egyre erősebb lesz. A kard megjelenik, félelmet gerjeszt. A másik is kardot vesz elő. Mennek egymásnak az acélos kardok. Ez volt a vaskord, ez volt, ám csak volt. Már tiszta lapot kaptatok, másnak is tiszta lapot adjatok. A mában éljetek, teremtsetek áldott szép jövőt, nálatok vagyon már az isteni aranykönyv. Azt írjátok bele, ami a szívbéli vágyatok. Mert, majd utána mondom. Magyarok, emeljétek fel most az egész világot. Haladjatok az önzetlen szeretet mentén, mindig segítek. Segítelek titeket, mellettetek vagyok én. A Kárpát-medence varázslata, a mag megtalálá Istent a legfőbb szeretetet. Megérté, hogy az acélt megolvasztani a szíve tüzével lehet. Istentelenül lehetetlen Isten és istenessé tenni a világot, ezért a turult küldtük le segíteni ti hozzátok. Ő az, aki tudá, megérti, látja, megérzi, mi az, ami a vasat aranyjá teszi. Amere ő repül, arra a szabadság. Figyeljétek a mindenség fénylő madarát. Minden értetek volt, mindent ti kértetek. Akit gonosznak véltek, értetek teljesített. Mert teremtőtársa vagy a jó Istennek, amit kérsz, vetítesz, az számunkra szent. Azért mentek közétek a fény mesterei. Megmutatni, hogy a szeretet útján lehet feljebb menni. Ti tegyétek, amit mi súgunk, vetítsétek a világba azt, amint kéritek, mi elintézzük, hogy a vágyadat megkapd. Kezdjetek tiszta lappal, ez fontos értenetek. A szeretet által ragyog fel isteni fényetek. Ti vagytok magyarok, akik a vasat aranyjá alkotják, akik az eddigi küzdelmet, vétket, minden lehúzót ezzel feloldják. Annak adjatok erőt, amit valóban vágytok. A szeretet földjét azt akarjátok és lássátok. Ami eddig volt, szerető szívetek által omlik össze, ami szanaszét volt, most egységbe rendeződik egy nagy körbe. És itt jön egy nagyon fontos rész, amit meg kell, hogy értsetek. Miként adhatnánk néktek aranyat, amikor a vasat vetítitek? Amire vágytok, azt teremtsétek. Ezt jó, ha megértitek. Mutatjuk az utat. Miként alszik el végleg a vaskor? Ám ehhez fontos, hogy itt és most kilépjetek a gyászból. Gyászoltad magad, hogy milyen rossz neked. Kaptál még szomorúságot, hogy vágyad érezzed. Azt lássátok, minden szép, minden isteni. A mindenség értetek, akkor azt most megteszi. Legyetek tudatosak, elmétek, csendesítsétek el. Az van a jó úton, aki magába, befelé figyel. Aki vasat akar olvasztani, ő a szerető szívével tegye. Így jő el az aranykori élet, súgom néktek, Bál, a magyarok istene. Forrongással képtelenek vagytok felemelkedni. Ideje az önzetlen szeretettel bátran egy irányba menni, egyszerre egy vágyat, egy akaratot a szívetekből kivetíteni, mert amit ti magyarok kivetítetek,
az képes a világba megjelenni. Vetítsetek boldog bőséget, amit a turul mutat. Ő jelenti számotokra az igazi valódi utat. Ő a szeretetettség, az én isteni szemem. Vágyátok, hogy amit ő mutat, az úgy legyen. Jelentsétek ki hálásan. Köszönjük, hogy így van. Az aranykor legott hip-hop itt van. Minden égi erő szeretettel titeket támogat. Tudd, az drága ember, te Isten vagy. Tehát ne kívül keressétek Istent, hanem magatokba. Ahogy Jézusba is ott volt. Ugyanúgy belétek is, ugyanúgy bennetek van, csak ki kell takarni. És azon az úton vagytok, és amit Jézus mondott, hogy az a lényeg, hogy ti sokkal nagyobb tetteket fogtok véghez vinni, mint amit én csináltam. Mert ő akkor tudta már, hogy eljön ez az aranykor, az édeni élet, és sokkal többen térünk vissza, mint akkor itt voltak, mert akkor nem jöhettek le, mert akkor még vaskor volt. Miért jöhetett volna le a biológiai tanár az edzőterembe tanítani? Ennyi. Egy lejöhetett, és az elmondta, hogy figyelj ide, arra figyeljél, hogy nehogy kinyomják a szemedet. Például. Ennyit elmondhatod, de többet nem, mert akkor vége lett volna az iskolának. Most mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk elmondani, hogy mi a megoldás. Nem mi, hanem a nagy szellem. Elmondja. Annyival kiegészíteném a történetet, hogy szerint... Gyerebbig ide. És itt akkor egy jó? Pár dolgot, amit itt olvastam, csak elmondom, megmagyarázom, mert én mindig a Jóistennel mindent megbeszélek. Most már szó szerint mindent. Képbe. Annyit azért, hogy mondanék, hogy kiegészíteném, hogy... Én idő után már tudni kéne. Gyere közelebb. Képbe be. Hogy szerintem nem csak így működik a... Nem lehet annyira egyszerű ez a dolog. Tehát most igen. Van a Bibliában az a rész, ugye, amikor Jézusról mondják, hogy ő bemenne a házba, ott áll az ajtó előtt is kopogtat, tehát hogy azért azt nekünk be kell engedni. Most így erről ez jutott eszembe, hogy azért nem olyan egyszerű. Így van, be kell engedni. Ha nem engeded be magadba Istent, illetve nem takarod ki magad, mert benn van valóban mindenkiben, csak ki kell takarni. Mert mindenki Istenből van, ugye? Tehát abból az egyetemes szellemből, abból az egy szellemből van, abból az egy létezőből, ahogy a világ minden belőle van. És ezt a biológia is, vagy mi a földrajz, vagy mi ez a tudomány is elmondja, hogy volt a nagy boom, és akkor ugye lettek belőle a dolgok. Hát megmondom, hogy a kvantumfizika, tehát én elég sokat van is előadásom kvantumfizikáról, annyira ismert lett, hogy meg szoktak állítani minden a mai napig, ahol csak egyszer beszéltem róla. Tehát egyébként a mai kvantumfizika az totál Isten felé mutat. Tehát hogy egyrészt ugye eleve a fizika a 20. századtól kezdve, onnantól, hogy az egész Planckkal elkezdődött, az egész rendszer összeomlott, és a Heisenberg féle határozatlansági reláció, meg szóval az egész, tehát az, hogy eleve, hogy nincsen anyag, ugye a mai fizikának amit már nyíltam, most már jó sok felé próbálok nyitni, mert annyi minden jut egyszerre eszembe erről a dologról. Tehát egyrészt ugye, hogy nincsen anyag, nem létezik olyan anyag, tehát amit látunk, amit hallucinálunk, az nincs. Ugye vannak részecskék, ez a mai fizika. És ez nem lesz ennél már, hogy úgy mondjam, rondább, tehát ez már nem lesz az, hogy de mégiscsak van anyag, tehát mert az nincs. Amit anyagnak nevezünk, az elmondom, hogy micsoda, meg amit energiának nevezünk. Részecskék és hullámok vannak. A részecskék azok egy mező hullámai, illetve energiakvantumok. Mint a hang. Mezőnek a hullámai. A rezgés azt tart össze. Így van. Tehát, hogy ebből lett aztán ez a dolog, ez a népi dolog, ez a rezgés, amikor a rezgésekről beszélünk meg egyébként. Mező hullámai és energiakvantumok. Az energiakvantum az energiamennyiségek vannak. Tehát, és nincs más. A világegyetemet kitöltik mezők. Kitölti a Higgs mező, ami ugye ami például a tömegét adja, nem az összes tömeget, de bizonyos tömeget adja. Gőzünk nincs hogy, de egyébként ki van most már mutatva, meg is találták a Higgs bozont, pontosan abban az energia, azaz tömegtartományban, amit kerestek.
elektromágneses hullámok vannak, stb. És igazából amit érzékelünk, azok meg energiamennyiségek. És ezeket az energiamennyiségek azok, amiket aztán látunk. De olyan, hogy anyag nincsen. Illetve a világegyetem keletkezését is most már nagyon szépen meg tudják egyébként magyarázni. Tehát a Big, ami Big Bang volna, tehát hogy valójában csak kvantum fluktuáció. Tehát egy végtelen, kis, rendkívül kis mennyiségű területből, nem is magyarázom, mert annyira sokkal, tehát hogy igazából ez a kvantum fluktuáció terjed itt tovább, és ez pokoli logikusan le van vezetve. Tehát amit az ember nem tudta addig, hogy csak Big Bang, és volt egy atomnál kisebb, sokkal kisebb korpuszkuláris világegyetem, és hogy az hogy robbant fel. Az ember nem nagyon tudja levezetni, hogy elgondolni is, hogy mi robbanthatja fel. Hát azért, mert erre nincs szükség, mert kvantum fluktuációról van szó. De majd esetleg majd fogok erről beszélni, csak most nem ez a téma volna. De totál arra mutat, tehát minden halálosan arra, hogy ez az egész az a csoda, hogy egyáltalán létezik tudat, hogy az meg micsoda. Igen, igen. Ezt tudom képzelni, hogy 19. század, amikor ugye közölték, hogy ki is mondta, Lord Kelvin, a világ egyik leghíresebb tudósa volt, ennyire hülye, hogy betalált egy ilyen mondattal, hogy a nagy ipari forradalom előtt, hogy mindent feltaláltunk, amit fel lehetett találni. Ez kész. És utána jött minden. Tehát utána jött ugye a számítógépek, a mikroelektronika, a nanotechnológia, az űrkutatás, stb. Mert azt mondja, mindent feltaláltunk, amit fel lehetett találni. És az mi volt? Hát amit ki lehetett faragni, meg hogy a Newton-féle gravitációs törvények, meg egyebek, mert minden megvan, de az, hogy az ember, hogy föltenni a kérdést, hogy és a tudata miből van, hát az anyagból, hogy lesz tudat. És akkor ugye eljutottunk odáig, és nagyon fontos, hogy egyenletekkel vezették, az embereknek gőzük sincs arra, hogy matematikával le lehet vezetni mindent, amit tudunk, meg minimum a fizikában mindent. Így van, a teremtést mindent. Igen. Mert egyébként az egész isteni rendszer, ha megnézitek, geometria, matematika, mindenki van találva. Tehát én megszokom, hogy a természet a legjobban, ha nem találjátok ki, mely geometria alakzatot szereti, ezt amúgy az ásványoknál fedezték fel. Az aranymetsz is? Nem, ja, az nem, az nem. A, másik, a háromszöget. A DNS is egyébként. Tehát az ember nem így véletlen kialakult, hanem van a nagy szellem, ami megalkotta. És minden úgy van kitalálva, pontosan, ahogy fogalmaztam az elején, a születési dátumotok, minden azért, hogy a bolygók hogyan állnak, és hogyha most megnézitek, hogy a bolygók hogyan állnak, ők a nagy szellemek vannak benne, a nagy erős szellemek, és a bolygók azok nem véletlen állnak úgy. Mindennek van egy isteni rendje, és az isteni rendnek így kell lennie, hogy most el kell, hogy jöjjön ez az aranykor, viszont ebbe nekünk, embereknek bele kell tenni magát. Mert úgy fogalmazott a Jóisten, hogy ti 4%-ba tegyétek bele magatokat, 4%-ba, mert ennyi az anyag. És 96% pedig a láthatatlan erő. És ők 96%-ba megoldják. Igen, de az ugye nem anyag, tehát ez csak az emberiségben rosszul rögzült ez a kifejezés. Az a látható energia. Látható energia, így van. Amit látunk, meg tapasztalunk, az azért történik, amit úgy érzem, hogy valami szilárdat fogok, nem fogok szilárdat, mert azok elektronpályák, amik energia, száguldó energia érintkezik száguldó most energiával. Most mondta ki Árpi, amit a Jóisten is mondott. De ez fizika, hogy, amit mondok, itt semmi spirituális. De a fizika és a spirituális az gyakorlatilag ugyanaz, csak egy másik szemszögből van meg, a valóság megnézve. Így van. A kettő az majdnem ugyanaz. Uh-huh. Te mondtad ki, hogy amit most fogsz, látsz, az nem anyag, hanem hogy fogalmaztál? Hát amit például érintek elektronpályák, valamint amit látok, azok ugye szintén energiacsomagok, az elektromágneses mezőnek az a látható energia ami foton. Megmutatja magát, az a 4% az a látható. Igen, és azt azért látom, mert Isten... az elektromágneses kölcsönhatásban vesz részt. Igen. Amit meg nem látunk, az meg nem vesz részt benne. Azt csak a gravitáció által észleljük, amiről Einstein óta tudjuk egyébként, hogy nincsen, hanem az inkább egy hatás a gravitáció. Meg a szellemi tér. Tehát meg bármi. Tehát így van. Ez a kvantumvilág, tehát, a világon bármi. Igen, hála Istennek a kvantumfizika az létrejött, és a kvantumfizika az Isten próbálja megfejteni, úgymond fizikai dologgal, tehát elmagyarázni.
És az a lényeg, hogy pont ezt mondta a jó Isten, hogy ne annak higgy, amit a szemed lát, mert az csak káprázat. Ez nem anyag, az a világ se. Ez is csak káprázat, hogy most az van, ami van, és az mennyire lehetetlen megoldani. Egy pillanat alatt, ennyi alatt meg tudja oldani a magyar, hogyha figyel a jó Istenre. És őneki ez a feladata. Ugye van az a régi himnusz, hogy országnak ország a törvénytudás népe. Van az a régi himnusz, és azt olvassátok el. Érdemes, hogy mekkora feladatot bízott ránk a Jóisten. Ez óriási dicsőség a magyaroknak, hogy ők a földőrzői lehetnek, és ők hozhatják el az aranykot, de ez óriási felelősség is. Hogy mit adunk oda az embereknek. Hogy a franciáknak mit mutatunk, hogy hogyan oldják meg, és ne véres forradalom legyen. Hogy a többieknek mit mutatunk, hogy hogyan tudják ezt a kizsákmányoló rendszert, ami már mindenkinek kellemetlen, mindenkinek fájdalmas, eltüntetni. Bizony így van, Katalin Martin írja, a kvantumfizikát nem tanítják, pedig ezt kéne. De így nem van. Akarják, hogy az ember többet tudjon és fejlődjön, ez halálosan így van. Hogy én egyszer, a szocializmus alatt például tökre úgy kezelték, mint az államtitkot, valóban csak... Tehát gyakorlatilag egyetemen lehetett, aki ugye arra iratkozott, hogy rohadtul nem, de ez a mai napig így van, hogy nem. Tehát és anyagról talán meg materializmus tanítanak, tehát ugye most elvonatkoztatva nem az ideológiai materializmus, de az, hogy tényleg a legprimit, tényleg egy rezsit, tehát ami van, itt is vannak tudósok, a rezsit Szilárd meg Mészáros Lőrinc, aki sokak szerint ugye gyenge elmélyű, tehát ő lett minden magyar idők leggazdagabb embere, és ez nagyon sokat elmond arról, hogy milyen az ország vezetője, és hogy milyen az általános szellemi színvonal, mert hogy a lakosság meg ezt szavazta meg. Tehát az, a Mészáros Lőrinc nem igazából csak egy jelenség, hanem az a magyar lakosság szellemi állapotának manifestációja. Na ezt már hívhatjuk materializmusnak. Mészáros Lőrinc az a magyar lakosság millióinak a szellemi terméke. A gyenge elméjű, minden magyar idők leggazdagabb embere. És ezt amúgy így meg lehetne fordítani, hogyha volna rá szándék. Igen, és a Jóisten útját, tehát az isteni utat követjük, amit a szellem súg. Ahogy mondjátok mindig, hogy Magyarország a nagy boldogasszony országa, vigyáz ránk, ahogy mondtam, hogy ő is úgymond képviselteti magát most itt az aranykor elhozatalában. Ahogy mondjátok, hogy a turul az, aki mindig segített nektek, és mindig úgymond mellettetek volt, és Magyarországot a turul védi és vezeti, ez is igaz. Lélek, a turul az hát hogyha most nem akartam belemenni nagyon, de úgymond a család, az isteni család, ahogy mondtam, hogy azzal vagyok kapcsolatban, és az isteni családnak az egyik fia a turul. Tehát az egyik gyereke. Úgymond, hogyha a magyaroknál megnézitek azt, hogy a meséket, a turul a legkisebb királyfi. Hogyha úgy veszük. Tehát ő a legkisebb. Mert van az egyik, ő úgymond, aki az tiszta szeretet, van a másik, aki a tiszta, hogy is hívják, a gyűlölet, úgymond. És van a harmadik, ami pedig a szeretet és az erő. És az a turul. És az, aki a turul súgott mindig, hogy a turul királyok hogyan tudnak úgymond győzedelmeskedni óriási túlerők fölött, mi a megoldás. És az mindig ő tudja, mert ő föntről látja a dolgokat, és lát mindent. És kapcsolatban van éggel és földdel is. Hozza le a megoldásokat. Tehát ő neki pont csak ennyi a dolga, semmi más. Neki az a dolga. És amikor nem volt a turul a földön, nem képviseltette magát, akkor pedig súgott folyamatosan. És Jézus is ugyanúgy súg. Tehát mindenki, akit megkérdeztek, ugyanúgy súg. Csak ezt meg kell tanulni, hogy hogyan lehet hozzájuk férni. Mert nem tanították a pap, az nem ezt tanította. Nem azt tanította, hogy keresd meg valahol Istent a templomba, és akkor... És ennyi. Nem ez volt a dolga. Mert nem is mondhatta el, mert akkor összedőlt volna minden, mert rájöttetek volna, hogy nem is a templomba kell menni imádkozni, hanem amikor azt mondta Jézus, hogy a templom az te vagy. És így van.
Ugyanezt mondta a Jóisten nekem is, hogy a templom az itt van, és azt a templomot tarts tisztán, és akkor tudok én megnyilvánulni már, mint az Isten. Tehát az emberek azok olyanok, mint Isten, ahogy ő is mondta, hogy képes erre teremtett minket. Csak vannak istentelen emberek, és vannak istenesek. De amúgy, hogyha tényleg az emberek meg akarják fogni a lényeg, eleve az, hogy honnan kellene kiindulni eleve. Tehát, hogy aki tovább látja az anyagot, annak már nagyon, tehát aki, elmondom, hogy mi az alaptétel, és hogy aki ennek ellenére tovább látja az anyagot, az a rohadtul egy kukkot nem értett meg abból a rendkívül rövid dologból, amit mondok. És akkor hogyan tud igazából tovább lépni ezzel a dologra? Mit mond a fizika? De utána lehet nézni. Anyag nincs. Részecskék vannak és hullámok. A hullámok azok egy mező hullámai, a részecskék azok meg energia mennyiségek. Mit hívunk részecskének? Arra gondolná az ember, hogy anyag. Vannak a hullámok, mit mond a fizika? Hullámok és részecskék. És mi az a részecske? Energia mennyiség. Ez a fizika. És hol az anyag? Anyag nincs. Nincsen. Amit lát... Az káprázat. Így van. És az nem anyag. Amit lát, az például az az elektromágneses hullámok részecskéje, az az energia mennyisége. Az jut bele a szemedbe. És arról képez egy képet, halucinál egy képet az agy. Mint hogy színek sincsenek, ugye, de az már egészen hétköznapi. Mondható. Tehát, hogy nem léteznek, azt is halucinálja az, hogy összerakja azt a világot valahogyan, és csak a fény egy rendkívül szűk tartományában, mert nem látok bele, mit tudom én, a tárgyakba, meg nem látok rajta keresztül. Ha beállítunk egy másik tartomány, műszerekkel tudunk nézni, hogy még hogyan lehetne látni a világot, mi csak egy rendkívül szűk tartományban látunk. És ami van, az energia mennyiségek és a hullámok. És ezek kitölti, ugye a hullámok pedig kitölti, a mezők azok kitöltik, mezőnek a hullámai vannak, ezek a mezők kitöltik van, a világegyetemet. Amit látunk, a spektrum töredéke, Kornélia fekete, és Bunyevác Péter, Istennek nem kell templom, se ház, se intézményesített kereszténység. Mindenütt ott van. Tehát így van, amikor Jézus azt mondta, hogy de mutasd már meg az atyát, hol van az atya? És akkor azt mondta Jézus, hogy amikor engem látsz, akkor az atyát látod. Mert ő maga volt, úgymond, mert ő elérte azt a szintet, hogy ő meg tudta mutatni azt az Isteni lényét. És most nagyon sokan arra tartanak, hogy ezt meg tudják mutatni, hogy úgymond Isten emberi szintre föl tudjanak emelkedni. Kérdezik, hogy hol van az Kovácsik, amikor itt van ő, és itt ül mellett. Helyet cseréltük. Mindjárt visszaengedem. Büdös lábú réti cigány írja, hogy Árpi, így beülnék közétek dumálni spiritualitásról, mint olyanról, közben szétröhögném magam a kommenteket. Ja, YouTube-on van. Igen. Mi is jól szórakozunk, és remélem ti is jól szórakoztok, de hát azt mondanám, hogy... Hát én sokszor mosolyogtam, tehát amit közben olvastam, az a YouTube-ből. Én csak annyit mondok, de szerintem ki is van írva, 0630919 6386, hívjatok nyugodtan, tehát lehet jönni műsorra akárkinek. Téged is szívesen látunk meg, bárki mást. Tehát, tényleg meg egy elmebeteget szívesen meghívnánk, amit a YouTube-on... Tehát, hogy bár... Jézus Krisztust vagy? Nem, akár. Hanem akármelyik. Igen, de ő egyébként pozitívban szabad, igen. De ott vannak tényleg őrültek, és szívesen találkoznánk velük, hogy megállapítsuk, mit tudom én, most akkor megállítok, hogy nem mindegyiknél van ez, csak ugye kíváncsi vagyok, de van, amiknél például az igazi klasszik, az igazi trollok azok rendkívül kudarcos emberek, akiknek az életük tök tropa, és nagyon sajnálják saját magukat. Ennek van egy pszichológiai szakirodalma. De nekik is kell örömöt okozni. Tehát okoznak nekünk is, mert igen, mert minket nem zavar. Tehát mi ezen felül emelkedtünk már a torzsalkodáson. Ezt egy alacsonyabb szinten lehet ezt iskolában vagy óvodába játszani, mi már az egyetem szintjén vagyunk, tehát minket ez már nem zavar. Tehát ja, nyugodtan... és máskülönben, ha valaki nem szeretné felfedni magát, vagy hasonlók, akkor mondjam azt, hogy egy élő beszélgetésbe vehet részt, mondjuk nem ül kamera elé, de ugyanúgy beszél, és vaják a nézők itt van, tehát
mondjuk ilyen megoldást hát is javaslom. És be is tudunk kapcsolni bárkit az adásba, hogyha betelefonál. Azt azért nem szeretjük, mert utána van, hogy elcsúszik a kép, meg ja, a hang. Értem. Egyszer téged bekapcsoltuk, és utána elcsúszik. Igen, a YouTube-nál nem tudjuk ugyanakkor megtenni egy... De YouTube-nál is lehet, mert YouTuberek azért szoktak ilyen. Jó, de nem tudjuk egyben, mert neki is annyi eszköznek kellene lenni, hogy nekünk van. Sokan ugye követik Jézust, vagy valami... Jézus azt kérdezi, hogy felhívjon-e minket. Hát te beszélsz vele, és aztán legkülön majd közvetített, hogy mi. Hogy mennyire fontos a hit, amit az előbb felolvastam. Vagy ha olyan, ilyen ki is hangosítottuk. Igen, és a 30-as nem emeldíjas. A 90-nel kezdődne. Igen. Egyébként beszélt a Bali Péter a sötét anyagról, most egyébként a sötét anyagot már nagyon régen felfedezte egy csillagász, csak nagyon arrogáns volt a csávó, és a többi tudós társak, mert nagyon rossz volt a stílusa, ezért leszarták. De nem szívesen vették át a tudósok a nagyon pozitív dolgait, mert rossz volt a stílusa, és mindenkit magára volt haragítva, és akkor inkább mindenki hülye maradt. Olyan, ugye mert ő észrevette, tehát hogy kiszámolták ezt rend precízen, hogy a galaxisban sokkal több anyag van, tehát nem megfelelően mozogtak, illetve nem maradhatott volna egyben a galaxisunk, és nem megfelelően mozogtak a csillagok, ez most már ugye rengetegféle speciális távcsővel is mérjük, sőt most már gravitációs távcsőzés is van már minden, féle olyan dolog, ami eddig nem volt. És tehát mindegyik ugyanaz, tehát egyrészt ugye a Einstein-féle relativitás elmélet százféleképpen már ugye bizonyítóan, másrészt meg tehát az, hogy van sötét anyag, ez amit annak idején megállapított, és akkor talomba raktak, ezt most már millióféleképpen bizonyították, hogy sokkal több anyag van itt a galaxisban is, és azért nem látunk belőle semmit, ugye, sokkal-sokkal több, mint a látható úgynevezett anyag, a sötét anyag. Azért nem látunk belőle semmit, mert nem vesz részt elektromágneses kölcsönhatásban, viszont a gravitációs erejét azt mérjük. És ezért vannak ezek a gravitációs mérések, tehát hogy most már vagy gravitációs mérések olyan távcsövekkel, hogy háromdimenziós képalkotó rendszerekkel, tehát hogy ott vannak ugye a csillagok, azok elenyésző mennyiség, és közben azt is mérjük, hogy a fény meg hogy kanyarog és görbül össze-vissza a galaxisban, ahogy halad előre, azért, mert a láthatatlan anyag az rángatja ugye a fényt, tehát hatalmas, láthatatlan tömegek vannak, és ezt semmilyen módon nem tudtuk megmagyarázni, ezekből nagyon nagy masszák vannak, mint egy hatalmas építő kockák, illetve a galaxisokat is így körbe, ilyen falként övezi. És ezt mondom három dimenzióban szépen meg lehet forgatni, és látható, hogy a fény össze-vissza kanyarog ezek mentén. Hát aztán meg van a sötét energia. Hát, szóval arról meg szinte semmit nem tudunk, csak egyszerűen tudjuk, hogy van. Hát ugye az a Hubble állandó, ez a híres Hubble állandó, hogy a minden egyes, na most nem is írtam fejben, nem is tudom, talán 72, na mindegy, akkor nem mondok most számot, tehát a galaxisok, nem az összes galaxis, mert ami közel van egymáshoz egy-egy közeledik, de az összes, valójában az összes galaxis távolodik egymástól. És hát... Köszönjük Árpinak itt a fizikai bemutatást. Igen, ez csodálatos ja, volt, amit elmondott Árpi, nagyon szépen elmondja a dolgokat. Ez a gyakorlatban fizikai... nagyon furcsán néz ki. Egyszer voltunk a főszerkesztő úrral, egy Dávid Gyula speciális relativitás elmélet előadáson, hát úgy érzem, hogy nem sokkal tértünk haza az egyenletek, a számunkra értelmeztetetlen nem egyenletek tudom, miért miatt. Nem tudom, számunkra, hát kérdezted, hogy én mindent értettem, amit mondok, mert nekem azok a kis ujjamban vannak, az egyenleteket kivéve, mert ugye azokat én mindet nem tudom. De az elméleti rész az totál kis ilyenből volt, hát erről beszéltünk, hogy de tegyem hozzá, hogy a fizikus hallgatók mindent értettek, tehát az egyenleteket is. Hát mindent nem láttunk a fejükbe, hogy most elvileg, aki fizikát akar végezni, annak értenie kell azért sok minden. Noha én mondom, én találkoztam fizikusokkal Magyarországon, meg külföldön is, akik én, és én megkérdeztem, hogy akkor hogy végezték el a fizikát. Illetve, szóval nem, szóval az, hogy hát szóval akik semmit nem tudnak. De én nem is értem azt, az olyat, hogy akkor hogy. De
pont az a lényeg, hogy eddig volt egy ilyen tudás, ami ilyen pici volt, és most megnyílik az emberbe a tudás, hogy így mindent meg fog tudni, ami érdekli. Tehát minden tudást megkap. És még nem is kell könyvből tanulnia, mert egy csomó mindent megkérdez az Istentől, és azt mondja, hogy igen, így kell rajzolni, és kész. Ahogy a feltalálók régen csinálták. Tehát egyébként a feltalálók is az Istennel vannak kapcsolatban, és akkor elmondja nekik, hogy hogyan csinálja. Az már más kérdés, hogy azt a találmányt, azt mondjuk, mire használják. Ezt nagyon sok tudós elmondta egyébként a történelem során, illetve ma már egyre nyíltabban beszélnek erről, hogy úgy érzik, hogy az valahonnan, mintha levennék azt az ismeretet. Tehát, mintha valami könyvtárból pontosan nyúlnának és leemelnék valami polcról. Petőfi Sándor is egyébként az is isteni küldönc volt, akinek üzennie kellett a magyaroknak. Tehát üzeneteket közvetített a magyaroknak. A legnagyobb küldönce a világban a jó Istennek, ez elég érdekes, amikor ezt megtudtam, akkor csak néztem, az Michael Jackson volt. Ő volt az, aki felébreszteni jött az emberiséget, hogy figyeljen oda a természetre. Bizony. Az mindegy, hogy most őre mit kentek, vagy mit akartak rákenni, ő egy felemelkedett mester volt a földön, úgymond angyal. Katalin, akit azért küldtek le, hogy elmondja. Katalin Martin azt írja Facebookon, ha az ember tisztában lenne azzal, hogyha valakinek rosszat tesz, az olyan, mintha magával tenni ugyanazt, akkor nem tenné. Na, ideig kellene eljutni mindenkinek, és akkor eljön az aranykor, a vallások csak elferdítik ezt. Köszönjük! Mielőtt tovább kérdezni, erre reagálnék, hogy egyébként, tehát én most éppen a kollégánőnek a napokban mondtam el, tehát hogy én például mondjuk én keresztény vagyok, tehát Jézus Krisztus meg Isten, és nem úgy, hogy elhittem, hanem meggyőződésben, meg egyebek. Tehát én ugye logikai úton jutottam el az Isten létezéséig, és hát utána még történtek dolgok, most ebben nem megyek bele, 2004. január 21. vagy 22. volt ez dolog, és tehát, de ezt mondtam, hogy, tehát, hogy maga a kvantumfizika az olyan borzasztó távlatokat nyílt, hogy mindenkinek minden oka megvan a beszarásra. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy de akkor mondjuk azt mondom, hogy de én mégsem hiszek Istenbe, és nem hinnék Jézus Krisztus, és nem láttam, nem tapasztaltam soha semmit. Olyan borzasztó távlatok nyílnak, tehát, hogyha az ember, mit tudom én, hogy mondjuk, hogy amiben hisz, az, ha elvonatkozom, mondjuk azt mondom, nincs Isten, az ember amiben hisz, a kvantum fizikából adódik egy nagyon komoly lehetőségként, hogy amiben hisz, abban fog részesülni. Tehát, hogy abban, ha valami, nem tudom milyen borzalomban, akkor abban. Vagy amit tesz mások ellen, az kompenzálódik, és miután meghal, abban lesz a része. Így van. Vagy és pedig, az, hogy meddig, vagy örökké. Vagy pedig visszatér. Ez egy kvantum újra, fizika. Így van. Tehát ezekből jönnek ezek így a van. Dolgok. Ezt hívják úgy mondjuk a spirituálisak, hogy karma. Vagy a másik azt mondja, hogy sors. Tehát ez létezik. Tehát, hogy mindenkinek, mindegy, hogy miben hisz, akkor foglalkozzon tudománnyal, és akkor előbb-utóbb, ha kvantumfizikával eleget foglalkozik, akkor rájön, hogy minden oka megvan a beszarásra. Így van, és ezért kell a megbocsájtás, ezért kell az, hogy megbocsássunk az embereknek. Ahogy mondtam itt az előbb, hogy találkoztam egy hölgyel, és megkérdeztem, hogy ővel mi a dolgom. És akkor megmutatták, hogy ő volt az, aki az előző életemben úgymond megölt, hát ő megkapja majd érte azt, amit megkap, én pedig egyből mondtam, hogy áldás, és akkor elmondtam azt, amit a Jóisten mondott, hogy mit mondjak, és elengedtem, és megbocsátottam neki. És ezzel a kör nem forog tovább. Most egy kérdés. Ennyi. Egy kérdés. Azt meg tudod mondani, hogy én mi voltam előző életemben? Azt így nem tudom mindenkiről így megmondani. Tehát ez úgy működik, hogy ami valóban foglalkoztat, és ami valóban fontos. Tehát én nem egy ilyen, hogy mondják ezt, hogy így látom. Rád, médiumézés a médium. Tehát én nem médium vagyok, hanem én egy olyan szellem, aminek az a feladata, hogy segítse az aranykort elhozni az emberiségnek, és adja oda azt az isteni világot az embereknek, amire vártak. És hogyha ezzel kapcsolatos, ugye, amikor veled először találkoztam, akkor mondtam neked, hogy
hogy valakinek, hogy meg kell majd bocsájtanod, igen. Ugye? Hogy meg kell bocsájtanod, és te leszel az az ember, aki segítesz úgymond a gazdaságot helyrehozni, és hogy te így a Rothschilddal kapcsolatban láttalak, hogy te majd ezt a moslékot, ami volt eddig, ezt fogod segíteni bedönteni, és odaadni az embereknek az újat. És ezt igen. Úgy, hogy ott akkor találkoztunk, és akkor ezt így mondtam neked, mert a Jóisten ezért küldött, hogy, és azért is találkoztunk. Tehát semmi se véletlen. Így van, tehát véletlenek nincsenek, ezt tudomásul kell venni. Most akár spirituális szinten közelítünk a dolgokhoz, akár hívőként, akár a kvantumfizika oldaláról nézzük, azt vegyük tudomásul, hogy a világ úgy működik, hogy véletlenek nincsenek. Minden okkal történik a világunkban. Mint ahogy okkal történtek ezek a dolgok, ami volt a vaskorban is, igen. Mint Péter elmondta, hogy ezek megedzettek bennünket. Most gondoljatok, legyünk hálásak. Én kőkemény edzést kaptunk. Őszinte leszek, nagyon sok mindent végigcsináltam az elmúlt 10 évben. Iszonyatos sok mindent, ha valaki csak így címszavakban hallgatná, akkor fogná a fejét, akik valóban ismernek személyesen, azok nagyon jól tudják. Tehát most onnantól kezdve, hogy én ezeken átmentem, és mégsem egy megkeseredett ember lett belőlem, hanem azt mondtam, hogy oké, ezen túl vagyok, én ettől csak több lettem, ettől csak erősebb lettem, és ez miatt vagyok az az ember, aki most vagyok. Úgyhogy én köszönet és hálával gondolok ezekre a dolgokra, és elengedtem azt is, hogy elvettek 2 ingatlanomat, legyenek velük boldogok. Nekem ettől függetlenül otthonom van, nem a saját tulajdonom a lakás, de nem teljesen mindegy, hogy kinek a nevén van. Az nekem az otthonom. És megtapasztaltad azt, hogy ez milyen rossz, milyen... Igazából kellemetlen érzés, és ez ajándékban havi 100 000 forintot. És neked pont az lesz ugye a feladatod, hogy ezt a kellemetlen érzést... Én majd azt visszakapom, Brigitta, százszorosan, 1000-szeresen, csak másodon. Az a lényeg, hogy ugye megtapasztaltad, hogy ez milyen kellemetlen érzés, és te neked pont az a feladatod, hogy ezt a kellemetlen érzést többet az ember ne tudja megérezni, és az a feladata, hogy segítsen az embereknek egy olyan gazdasági rendszer megalkotásában, illetve mint szív ott legyen, és azt mondja, hogy nem, hát mi az, hogy kamat? Hát hülyék vagytok? Kamat. Nincs kamat. Aranykorban nincs kamat. Tehát nincs. Mi az, hogy adó? Hülyék nincs. Vagytok? Adót akartok szedni az emberektől? Nincs adó. Nincs adó. Nem kell az adó. Ezek mind ilyen vaskori, lehúzó, kizsákmányoló dolgok. Az aranykorban minden a szeretet alapján van. Azok az emberek adják oda nektek, akikbe a szeretet munkálkodik, és akiknek az a jó, hogy minél többet adhatnak. És ilyen embereket küldött le egy rengeteget a Jóisten, hogy elhozza az aranykort. És itt van Magyarországon ezeknek a tengernyi, a új világ vezetői. Mert készült a másik oldal, azt a New Age, vagy nem tudom mi az, az egy teljesen más, az a förmedvényes, hogy majd bélyeget tesznek az ember kezére, meg ez, meg az, meg amaz. Na ez az, amit meg kell akadályoznunk, és meg fogunk akadályozni, mert az egy Isten megáldotta az országunkat, és azt mondta, hogy innentől kezdve átbillett a mérleg, teljesen. És innentől és kezdve mi van akkor, ha úgy is bekövetkezik ez? Nem fog bekövetkezni. És csak ti húzzátok az időt. Nem fog bekövetkezni. Ez nem már nem következhet már, be. Már vége. És a tudás már tudjuk. Hát most is folyamatosan imádkoznak az emberek, vagy hívhatjuk kérésnek, vagy meditációnak, imának, elmélyülésnek, hogy teremtik, hogy mi történjen. Így kérik van, a Jóistentől, ami itt benne volt. A központi meditáció. Az ima, a meditáció folyamatosan világszerte. A szertartások, hogy ez eltűnjön. Ahogy fogalmaztam, ez a szertartás, amit megcsináltunk, ez a legkomolyabb szertartás. Ez arról szólt, hogy megkértük a teremtőket, az elemeket, hogy a tűz vonuljon vissza, és a fa, a szeretet, a megtartó erő, amiben gyakorlatilag a fában minden benne van, az úgymond megnyilvánuljon a Földön. És ez a lényeg ennek a szertartásnak, amit megcsináltunk, és akkor jelent meg az egy, és azt mondta, hogy jó. És 7 körevetet kellett állítani, mint a 7 teremtőnek, és azért itt Magyarországon, mert Magyarország a világ közepe. És ez nem humbug, hanem ide jön le a kozmikus erő, és innen árad szét a Balaton, az, ami csinálja a rezgést,
és a vizek pedig viszik szét. És az egész Magyarország alatt a szívkristály, az a rózsaszín, hogy hívják? Rózsakvarc. Rózsakvarc és víz van. Tehát ami rezgésbe elindul, ha jó rezgés van, akkor jó megy a világba, ha rossz rezgés van, akkor rossz megy a világba. És ezért óriási a feladatotok, magyarok, hogy odaadjátok azt a jót, ami a ti vágyatok. Jó, Péter, szerintem elég régóta húzzuk az időt. Térjünk rá a valódi tehát megoldásra. Az a lényeg, hogy amit mondtam, hogy itt vannak azok az emberek a háttérbe készítik az új aranykori gazdasági rendszert, az új aranykori egészségügyi rendszert, ahol már a szeretet alapon van minden. Tehát az, amit most láttok, ez a vége, ez az utolsó rugdalása, úgymond annak a lehúzó erőnek. Nyugodjatok meg, mert elkészül az a rendszer, amit a Jóisten küldött nektek. Ehhez kérek segítséget, hogy aki úgymond úgy érzi, hogy részt szeretne venni, részt vállalni jött, szolgálattevőként, isteni szolgálattevőként a földre, ő jelentkezzen a turul.magyarország@gmail.com e-mail címemen, hogy jelentkezik és segít. Új bolthálózatot indítunk közösen. Ez a háttérben már folyik, már csinálják. Új egészségügyet indítunk. A háttérben már folyik. Itt vannak azok a felemelkedett mesterek, úgymond, akik az egészségügy megszervezéséért vannak itt a földön, a háttérben csinálják. Ezek az emberek most fognak hamarosan előlépni. Nagyon hamar. Mert a 2019-es év az az év, amikor a bolygó együttállások a magyaroknak kedveznek, ahogy mondta az egy, hogy mindent a magyaroknak odaad, ha kéritek és elhiszitek, ahogy a Jóisten fogalmazott a magyarok istenet. Hogy? Erdélyt is. Hát most ne térjünk erre ki, de minden visszakerül, tehát ezt a nagy rendező elintézi. Nektek csak azt kell mondani, hogy legyen, kérjük, akarjuk. Hogyan? Hát kit érdekel, amikor elmész a étterembe, és megrendeled, hogy kérsz egy zöld borsólevest, akkor azt mondod, kérek egy zöld borsólevest, legyen. És akkor megvárod, hogy jöjjön a zöld borsólevest, és megeszed. Nem mész be oda a szakácshoz, és azt mondod, hogy de hát én így akarom a zöld borsólevest, hogy így csináld, úgy csináld, amúgy csináld, és biztos megcsinálod nekem a zöld borsólevest? Nem, elhiszed, hogy te megkapod. Hát akkor Istenbe higgyél, hogyha egy szakácsnak hiszel, hogy ő megcsinálja a zöld borsóleves. Szerinted Isten nem jobban szeret, mint egy szakács, vagy bárki? Hát Isten nagyon szeret minket. Ahogy fogalmazott itt a levélbe, elmondta, azt tudjuk odaadni, ami a szívbéli vágyatok. Bennetek van bennetek van a pokol, és bennetek van a mennyország. Azt kapjátok, amit kivetítitek. Mert ti vetítitek ki a világba. És hogyha ti azt mondjátok, hogy hú, hát én megbocsátottam, igaza van ennek az embernek, meg annak a sok mindenkinek, és valóban lehet, hogy valami más kéne csinálni, nem azt, amit eddig csináltunk, hanem pördíteni egyet, és akkor azt mondani, hogy jó, kimegyünk, egyébként így is kell cselekedni, ha nem így cselekszünk, akkor viszont miért kérjük az Istent, hogy segítsen, hogyha nem hallgatjuk meg. Tehát március 15-ére. Várlak titeket a hősök terén. Főleg asszonyok, lányok, nők, mert ami eddig úgymond el volt tüntetve, hát nő nélkül nincs teremtés, nincs teremtő erő, mert anya szül mindent. Jó? Tehát aki most azt mondja itt, hogy csak az atya van, az már most téved, mert akkor nem lehetne itt, ha csak az atya lenne, mert anya nélkül nincs élet. Tehát ők jöjjenek a hősök terére március 15-én. Hány órától, Péter? Azt pontosítjuk, attól függ, hogy mikor lesz vége az ünnepségnek, ami van. Ahhoz mérjük. Addig tartjuk a háttérből a teret, hogy ne legyen az, ami volt a választások után, meg 2006-ban, mert ahogy fogalmazott a Jóisten, hogy mennek egymásnak az acélos kardok, és ezt akarják. És nem a magyarok,
hanem az a másik nép, aki vezette eddig a világot, hogy meg akarta szerezni az országunkat, és rá akarta tenni a kezét. Na már most, az a fontos, hogy szeretettel legyünk ott, minél többen, és akkor ott állnak a rendőrök, és mi meg elkezdünk táncolni, asszonyok, lányok, elindítjuk a bált, azt a isteni harmónia táncot, amit ő kért. És hogyha megnézitek, hogy minden mozgásban van, minden kering, minden, mint a bálba, gyönyörűen táncol, a bolygó, minden. Maga az egész naprendszer, maga az egész galaxis. És mi, magyarok, az isteni tejúterőt vagyunk képesek a táncunkkal lehozni a földre, ami egy olyan erő, amit Mátyás király idejében már bevetettek. És ezt kérte a Jóisten, hogy most is ezt csináljátok, ez az egyetlen megoldás arra, hogy ne menjetek egymásnak, ne kerüljetek Ukrajna sorsára, vagy Franciaország sorsára, hanem egyszerűen egy tánccal kivívjátok a szabadságotokat, miközben persze elmondjuk azt a 30 pontot, hogy mit, nem mit kérünk, semmi mit kérünk, hogy mit kíván a magyar nemzet, nem kíván, ez van és kész. Ezt megkaptuk. Például nem 8-16-20 óra munka, hogy a multik megtömjék a zsebüket, 4 óra munka bőven elég ahhoz, hogy mindenki megtermelje azokat a javakat, amit mi szétoztunk közösen. Tehát nem kell. Nem kell. Tehát elmondjuk, hogy ez van, aranykor van, innentől kezdve a magyarok az aranykort követelik, illetve elismerik és kérik a Jóistentől, és legyen, kijelentjük. Meg amit akkor mond nekünk, hogy mit mondjunk. De a tánc elengedhetetlen. Tehát ez kérte tőlünk, hogy táncoltassuk meg a sakát. Vigyük bálba. Ezt elolvasom, hogy kérte, jó? Amikor nekem megmutatta, egy kicsit én is így oda néztem, és mondom, elég érdekes, mondom, most viccelsz? Azt mondja, ez a megoldás. Mondom, most komolyan gondolod? És akkor megmutatta, hogy ott elkezdenek táncolni a nők, és akkor mondom, na és most mi van? És akkor megmutatta, hogy a rendőrök azok csak így néznek, most mit kezdjenek a táncoló nőkkel, csak hogyha a fizikai dolgot nézzük. A táncoló nőknek nem fogják lefújni, mert közben folyamatosan élő adásba adjátok, hogy a magyarok azok most itt táncolnak, és valami forradalom félét csinálnak, de valami furcsa megoldást választottak. Közben meg az a 96%-os isteni erő, az úgymond elintézi a dolgokat. Most nem tudom, hogy mi fog történni, mert lehet, hogy egy-két ember összeesik majd ott valahol, aki rosszat akar a magyaroknak, vagy bármi, de az már nem mi dolgunk legyen, hogy úgymond a főnök az hogyan intézi a dolgokat. Hogyha ő úgy látja, hogy őt haza akarja hívni, akkor a ketyegőt megállítja benne, és hazamegy. Tehát a 96% mindent elintéz. Ha pedig úgy látja, hogy felfényezi, és onnantól kezdve így másnap fölkel, és azt mondja, te, én eddig kizsákmányoltam az országot, és most valahogy úgy érzem, hogy mindent oda akarok adni. Akkor ez megtörténik. Nektek csak azt kell mondani, hogy legyen! Annyit mondtok az Istennek, hogy legyen. És minél többen kéritek, annál inkább odaadja. Mert szeret titeket, és csak azt adja oda, amit kértek. Jó, míg Péter megkeresi, amit föl szeretne olvasni nektek, én ugye rengeteg tüntetést szerveztünk a devizásokkal. Nagyon sokszor kint voltam Kossuth tér, Hősök tere, Kúria előtt, stb. Mindig az volt a válasz a többiektől, hogy nagyon kevesen vagyunk. És egyszer a Kossuth téren két kedves ismerősem, amikor bontottuk már el a sátrat, meg a hangosítást, akkor a két ismerősöm a zenére, táncra perdült. Én hülyeskedve szóltam oda nekik, mondom, gyerekek, legközelebb táncolni kell hívni az embereket. És erre jön most Péter ezzel, hogy Hősök tere, táncolni. Tehát véletlenek nincsenek, ugyanazokat megkapjuk, csak figyelni kell azokra van, a jelekre. Csak figyelni kell, hogy figyelj hogy azokra a jeleket, amiket ezt te. Nekem. Hiszen én sem tudom, hogy akkor ez ezelőtt fél évvel, vagy három évvel ezelőtt miért jött nekem ez a gondolat. És
eljött, és itt van, de mindennek rendelt ideje van. És higgyetek az istenetekbe, higgyetek a magyarok istenébe, drága magyarok, mert megkapjátok az aranykort, mert ezer évig szenvedtetek azért, hogy most ez eljöhessen. Tehát március 15, 16, 17, péntek, szombat, vasárnap, mindenki írja be a naptárába. Háromnapos bált rendezünk. Utcabált a Hősök terén. Nem csak a Hősök terén. Hősök terén van a központ. Az azért, mert ott van úgymond egy dimenziókapu, vagy nem tudom, Árpi, hogy fogalmaznád, ez dimenziókapu. Tehát ott van egy ilyen erőkapu. Nem véletlenül kellett ott elaltatni a sakát, meg hasonló szertartásokat csinálni, meg ott vannak a hőseink, az őseink ereje. Tehát az a központ, a középpont, de minden nagyvárosban, mert már Pécset jelezték a földiek, hogy ott is készülnek egy kicsit belevinni a káoszba az országot, és ott is már szervezik, hogy 50-100 asszony, de férfiak is, de leginkább asszonyok, mert az asszonyok azok a teremtő erő, az a nagy erő, az anyák, a nők, akik le tudják hozni úgymond leginkább a tejúterőt, ami nekünk kell a magyaroknak. Hogy az a másik oldal az így az egész erejét elveszítse. Úgyhogy nem véletlenül mondta Péter azt, hogy az asszonyok, igen, ugye mindig a hármas egységről beszélgetünk, és a vallásokban mindig az van, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Nem, hol van az anya? Hol van az anya? Anya, atya, gyermek. És így a család is így épül föl. Van egy édesanya, van egy édesapa, és így lesz a gyermek. Kettőjük teremtéséből. Tehát itt vitték a vallásokkal félre és tévútra az embereket, hogy kihagyták a teremtésből a női minőséget. Igenis, ugyanúgy szükség van rá, gondoljatok bele, egy gyermek nem jöhet létre csak két férfi kapcsolatából, vagy csak a férfitől, ugyanúgy a nőtől sem önmagától, tehát kell, mindkettő kell. Úgyhogy tényleg várjuk a férfiakat is, minden diszkrimináció nélkül. Tény és való, itt az aranyasszonyoknak lesz a legfontosabb feladatuk ebben a táncban. Úgyhogy én most megosztottam ezt a bejátszást nagyon sok olyan csoportban, ahol benne vagyunk. A fénykori asszonyok csoportjában mindenhová fölraktam. A turul.magyarország@gmail.com e-mail címre is jelentkeztek sokan, illetve a szólajfelavilágért@gmail.com e-mail címre is jelentkeztek már többen, akik megértették az isteni üzenetet, hogy ez a megoldás arra, hogy hogy elkerüljük úgymond azt, hogy Ukrajna sorsára kerüljünk, és ne kelljen a rendőrökkel farkas szemet nézni, hanem eltáncoljuk velük a bált. És közben, akiknek kell, mi is ott leszünk, és el fogjuk mondani, hogy figyelj ide, ez van, innentől kezdve a magyarok ezt akarják, úgyhogy ezt oda fogod adni neki. És higgyétek el, hogy Istennel senki nem mer játszadozni. Most így visszatérve arra, hogy Mátyás király, amikor itt volt, akkor megcsinálta ezt, önnek is ugyanúgy lejött, ahogy nekem elmondta a Jóisten, mert nekem is valami hasonló feladatom van, mint amilyen neki volt. Az a lényeg, hogy amikor itt volt... Miért pont a legvéresebb kezű királyt választotta? Az nem volt véres kezű. Mindenki azt szerint cselekedett, ahogyan akkor annak a tudatossági szintnek és annak a korszaknak megfelelően a legjobbat tudta odaadni az embereknek. Ez csak a népmesében maradt fenn. Hát, valóságban mást jegyeztek fel róla. Jó, majd minden igazságra fény derül. Az a lényeg, hogy Attila király is kardot kellett, hogy ragadjon, meg kardot kellett, hogy ragadjon. Nem tudott más tenni, mert vaskor volt. Most nem kell, hogy kardot ragadjunk, hanem úgymond szeretettel meg tudjuk oldani, mert aranykor van, és a Jóisten elmondta, hogy így meg tudjátok oldani, és nektek többet nem kell, hogy kardot fogjatok. A szeretettel, hogyha Istennel vagyunk, az országot se tudják megtámadni. Tehát nem tudnak mit csinálni. Pont azért próbálkoztak volna azzal, hogy mivel nem tudják megtámadni kívülről, ezért próbálták volna azt, hogy belül csináljanak valami nagy ramazúrit, de ezt kell megakadályoznunk ezzel a utcabállal,
és ezzel kivívjuk úgymond a szabadságunkat is, és ebbe az évbe már úgymond az aranykor meg tudja mutatni magát, ahogy mondtam, hogy a bolthálózatok hamarosan épülnek, egy új gazdasági rendszerre, aminek a neve közösségi kereskedelmi kör, tehát a közösségé, és ez egy kereskedelmi kör, ahol nem a kizsákmányolás a lényeg, hanem a szeretett alapú gazdaság, ennek a bolthálózatai indulnak, a webáruházat is csináljuk, aki tud segíteni bármiben ezekkel kapcsolatosan, a webáruház készítésében, a bolthálózatban, vagy jelentkezni akar a boltnak, mert azt mondja, hogy van boltom, és nem tudok vele mit kezdeni, mert a Spár odaépítette. Hát a Spár mellé odaépítjük, és körülbelül egy hét múlva a Spár bezárhat, mert önmagadtól fogsz vásárolni, és nem a Spártól. Ezt kell megértenetek, hogy eddig volt a boltos, a multi, volt a bankár, és volt a politikus. Na most egyikre sincsen szükség, úgymond. Úgyhogy minden átalakul, a bankár is átalakul, úgymond megszűnik, egy teljesen másfajta rendszer lesz, mert a kamat az felejtős, tehát az kamat olyan, hát az a legnagyobb lenyúlás. Akkor a multik is átalakulnak, mert a multik azok nem fogják tudni fölvenni a versenyt azzal, hogy saját magadtól akarsz vásárolni, a saját magad által kiadott cserejogosítványon vagy pénzen, ahogy ti fogalmaztok, tehát ezzel nem tudja fölvenni a multi a versenyt, képtelen, tehát teljes aranykori rendszerek épülnek most ki. Ehhez, aki tud, akkor a segítségét kérem, hogy jöjjön, és bármiben képes segíteni, akár imában, akár fizikai síkon, akár anyagilag, akár bármilyen szinten tud segíteni, az jöjjön, akinek a lelki ismerete megszólal, és azt mondja, hogy te, hát végül is én lehet, hogy az aranykort jöttem építeni, vagy segíteni, vagy bármi. A bálhoz is, aki tud jönni, hogy szervezze meg a bált a környező településeken, a nagyvárosokban, ő is jöjjön, legyen szíves, hogy megcsináljuk azt az utcabált, amit kért a magyarok istene, aki vezet minket, és mellettünk van. Kedves Csilla Bak, nagyon sok kommentedet olvastam. Megkérdezlek, hogyha te ezt teremted, akkor mit fogsz visszakapni? Minden gondolatunkkal, minden szavunkkal teremtünk. Ezt, erről szólt az egész műsor. Így van. Mondd, kedves, mit értettél meg belőle? Judit Kohautnak üzenem, hogy köszönjük szépen a sorait, örülök neki, hogy ő velünk van, és nézi az adást. Ő egy csodálatos ember, mint mindannyian, csak kicsit nézzünk magunkba. Tehát annyi mindent, ezeket a dolgokat, amit itt kommentbe írtok, hogy fegyvert fogunk, stb. Vaskor, ezeket megpróbáltuk. Hány véres szabadságharcunk volt, amit levertek? Igen. Most megkérdezlek benneteket, nagyon sokszor mondták nekünk a tüntetésen, hogy miért nem megyünk neki a rendőrnek. 100 fővel? Mit csináljunk több ezer rendőrrel? Könyörgöm! Gyerekek, értsétek meg, eddig ezekkel a módszerekkel nem jutottunk el sehová. Az ellenzéki pártok képviselői ugyanúgy kivitték az embereket, több ezer embert megmozgattak, sétáltatták, majd hazaküldték az embereket. Most tényleg, szóval ne csináljátok a hülyeségeteket, két pofával szittuk Orbánt. És meséld már el, Csilla, hogy mit értél el vele? Úgy komolyan, nagyon szívesen megvárjuk, míg odaírod, hogy mit értél el azzal, hogy szittad Orbánt. Megoldottál valamit? Maximum saját magadat felstuffoltad, és semmi mást. Semmi más nem oldottál meg. Mi egy megoldást kínálunk. Ezt kellene felfogni, hogyha egyik módszerrel sem értünk eddig el eredményt, és itt van előttünk egy lehetőség. Mi történik, ha megpróbáljuk? Lehet, hogy elérjük a célunkat? Maximum? Nem lehet, hanem biztos, ennyi, mert Isten behisztek. Látok benne fantáziát, hogy
mondjam azt, hogy megteremteni idézőjelbe egy új pénznemet, amit ti nem tudom, minek képzeltek el, de abszolút nem annak, mindegy. Ami most. Tehát, nem, hogy egy... ez egy a jó Isten minden. Cserejogosítvány, itt vannak azok az emberek, ahogy mondtam, hogy itt vannak azok az emberek, akik felemelkedett mesterek, tehát az Istentől közel jöttek le a földre, magas dimenzióból, létsikról érkeztek le, akik oda akarják adni nektek ezeket a dolgokat. A háttérben kőkeményen dolgoznak napi szinten, úgy, hogy akár milliárdokat vagy milliókat kereshetnének, mert olyan tudásuk van, ahogy mondtam, hogy vannak, de nem ezt csinálják, mert nekik az van a szívükben, hogy nektek adjanak és odaadjanak mindent, és az aranykort elhozzák. Hát a Jóisten elküldte ezeket az embereket, csak azt kell mondani, hogy jó, legyen tényleg, akkor jöjjön az aranykor, kérjük Istenem, ott majd elmondja, hogy mit kell mondani. Lehet, hogy ott egyben lemondja azt az imát, amit le kell mondani, ahogy a Hősök terén ott folyamatosan nekem mondta, hogy mit mondjak, ugye? Így van, most, és most folyamatosan most lényegében, jön. Lényegében, tehát, hogy látok ebbe fantáziát. Így van, itt van, amit a Kornélia ír, látod? Már, igen. Már se a politika, se a harcos megoldások nincsenek. Az erőszakra erőszak lesz a válasz, és nulla az eredmény. A megoldás az új rendszer felépítésére, és elengedni a régit. Ennyi, ugyanezt mondjuk, tehát, és nagyon köszönjük, hogy vannak az olyanok, akik értsétek érti. Meg, hogy magyarok vagytok. Olyan felelősség van rajtatok, de olyan dicsőség is, amiről Pió atya is mesél, meg a jóslatok mondják a dolgokat, hogy Magyarország egy olyan kalitka, hogy már nem csak önmagának túr és kapar, hanem erkölcsében megújul majd az ország. Erős királyság, melynek nincs határa, és szembeszállni velük nem érdemes, mert uralkodik a lélek és a szellem. És ahogy a felírásokban benne van, hogy amikor Mátyás megkérte az asszonyokat, hogy a csatánál ők menjenek és táncoljanak, benne van a felírásokban, utána lehet nézni valahol, én nem tudom, de volt egy olyan ember, aki tudja, hogy így mondta, amikor így elmondtam nekik, hogy mit mondott a Jóisten, hogy mi a megoldás, ő egyébként az aranykornak egyik legnagyobb vezetője lesz, az az ember, aki így nézett, és mondom, miért néztél? Hát mondom, ezt kérte a Jóisten, szerintem próbáljuk meg, mit veszíthetünk. És akkor azt mondja, hogy Mátyás király megcsinálta. És azt mondja, jöttek velük szembe a harcosok, túlerőbe voltak, tízszeres túlerőbe, és nem tudtak mit csinálni. És Mátyás királynak az jött, hogy úgy menjen a csatába, hogy táncolnak az asszonyok. És az asszonyok elkezdtek táncolni, elindult ez az isteni erő, és így hullottak el a katonák, a szembe lévő katonák, pedig senki nem nyúlt hozzájuk, csak az Isten elintézte őket. Az a 96%-os erő. Most nem biztos, hogy el kell hullania azoknak, akik úgymond ott a magyarok ellen vannak, hanem lehet, hogy ez lesz az elragadtatás, vagy akármi, teljesen mindegy, hogy mi történik. Az a lényeg, hogy mi magyarok szabadságot akarunk, a világnak is szabadságot akarunk, világanyára figyelni akarunk, szeretni akarjuk, és úgymond ehhez meg kell tennünk azt, amit a Jóisten kér. Megtáncoltatjuk a sakát, ahogy ő fogalmazott. Itt ezt felolvasom, hogyha gondoljátok. Így fogalmazott, hogy indul a forr a dalom. Ő azt mondta, hogy az öröm, a szeretet, a vígság, a zene, a tánc, a bál, ez a isteni harmónia, ami úgymond, ez ellen nem tud mit csinálni a szétesés, a sakál. Ő azért hívja egyébként sakálnak, mert hogyha megnézitek a hieroglifákon, ott a sakál feje van, szétnek. És benne van egyébként a magyarba, hogy szétesik. És ez volt, a szétesés volt eddig a világban, nem volt meg az isteni harmónia. Így. Áldott magyarok! Március ídusán már láthatjátok a fényt. Március 15-én ezt megcsináljuk. Látjátok azt, hogy itt van kiút. Mert megérzitek, meg megkapjátok, meg megtörténik a csoda. Minden magyarok, a magyarok istenének kérését adom át néktek. Térjetek haza! Tehát akik magyarok, halljátok, hazatérhettek most már, ami meg is van írva a proféciában, hogy minden magyar visszatér országába. Visszatérhettek, mert vége le van a kizsákmányolásnak 2019-ben. Az egy áldását adta az országra,
Itt vannak azok az emberek, ahogy fogalmaztam, maga nagy boldogasszony is képviselteti magát a földön. Úgymond Isten anya. A hazatérésetek előtt minden pénzeteket, vagyonotokat, örökértékű búzakalásszát tegyétek, ami napként csillogó. Jó? Tehát nem mondom ki direkt, hogy mivé, de ti ezt értitek, hogy mi az. Mert az a rendszer összeomlik, és semmit nem fog érni az a pénz, a dollár, meg ezek. Ahogy látjátok, jön ez a Brexit, vagy mi, a franciák már a bankokat gyújtogatják fel. Itt összeomlás van, gyerekek. Értsétek meg. Tehát örökértékű búzakalászá, ami napként ragyog, csillog. A világ forrong, anyánk is teszi a tisztító dolgát. Ezt is lehet látni, a tűz, a vulkánok mindenhol söpörnek, meg söpör az árvíz, ami, minden, ami van. Védi az égi fény a Kárpát szent hazát. Tehát Isten védi a hazát, hogy ne tudják kívülről megtámadni. Ki vágyik az isteni békés világra, anyánk óvó méhe mindig vigyáz reája. A világban a bárka marad csak meg épségben. Tehát itt ez épségben megmarad, ha mi megcsináljuk azt, amit megcsinálunk, de persze, hogy megcsináljuk, mert van eszünk, mert magyarok vagyunk, van szívünk, mert magyarok vagyunk, és van égi kapcsolatunk, mert magyarok vagyunk. Így megcsináljuk. Vegyétek komolyan, a bárka most beteljesíti a küldetését. Főleg, ha valamely fénytelen vezető esetleg mást gondolna. Akinek honvágya vagyon, fogadjátok szívetekbe, lelketekbe az isteni üzenetet, és siessetek haza. Nagyon sokan vannak, akik kapcsolódtak hozzám, és Amerikából mindenhonnan vágynak haza. Mert azt mondják, csak kizsákmányolnak minket, csak elszívják a tudásunkat, és szeretnénk már hazamenni, hogy mikor jöhettek haza. Hát most jött el az idő, hogy szépen haza jöhettek egyre többen, minden magyarok. Mert az aranykort elhozzuk közösen. Most már maradjatok itthon anyánk szívét simogatni, anyánkat őrizni, segítsetek anyánk szeretet fényét anyagba szilárdítani. Ott képes a fa erős gyökeret ereszteni, anyagba önteni, atyánk egyetemes fényét, ahol a facsemetéként a világra jött. Anyánk méhe vigyáz rátok, atyánk oltalmazó karjával együtt. Elérkezett az ideje, ahogy Einstein mondta, bár itt sokan mondtátok, hogy lopott ezt, azt igen, valóban egyébként azért lett olyan nagy tudású, mert magyar volt a felesége, és magyarul megtanult beszélni. Mert a magyar nyelv egy olyan nyelv, ahogy mondtam, hogy benne van például itt az a szét, hogy miért hívják szétnek azt a hogy is hívják ott, a másik erőt, a szétesés miatt. Tehát a rendetlenség. Március 15-én minden a magyar ember tegye meg az isteni kérést, és elindul a csoda. Mindez, amit még álmodni is alig mertünk valaha, már merjetek nagyot álmodni. Március 15-én felfedik magukat a sok fénymag, akit fogalmaztam, hogy vezetőként jöttek az aranykorba. Ők nem félnek odaállni Orbán Viktor elé, vagy akár Netanyahu elé, vagy akár odaállni Trump elé, vagy pápa elé. Ők tudják, hogy nem csinálhatnak velük semmit. Mert az isteni rendezővel intéz mindent, hogy ne tudjanak csinálni semmit. Tehát akik együtt az éggel veletek közösen megalkotják az aranykori élete mintáját a magyaroknak és az egész világnak, ahogy a profécia is mondja. És így fogalmaz a Jóisten. Térjetek vissza országomba, térjetek vissza magyar homba. Itt az idő, elérkezett a megáldott, megszentelt, megváltó idő, amelyre oly régóta várt a világ. Tudjátok, az ég véletek vagyon. A turul és a hét vezér vezényel irányít. Ahogy fogalmaztam, itt vannak a nagy lelkek, a királyok. A
a hét vezér, itt vannak a legnagyobb felfedezők, akik találmányokat hozták le, gyógyítók, rengetegen. El se tudjátok hinni, hogy mennyien vannak Magyarországon. Ezért mondják, hogy Magyarországtól indul ki az aranykor. Hogy ők azok, akik megmutatják a példát a világnak, hogy így lehet úgymond szeretettel elhozni az aranykort. Tudjátok, az ég veletek vagyon a turul, és a hét vezér vezénnyel irányít. Ott van köztetek az asszony a szívével, kinek boldogságot ti adhattok. Ő védelmez titeket. Megkapjátok az igazi életet a forradalom 171. évében. 1848-2019. Ez 171 év. Egyébként a 9-es, aki a számmisztikát ismeri, az tudja, hogy a 9-es a beteljesülés száma. Semmi se véletlen. Csak tiszta szívből kérjetek, ahogy fogalmaztam, hogy ott tiszta szívből kérjük, eltáncoljuk azt, amit a Jóisten kért, megcsináljuk. Hittel, gyermeki bizalommal. Tehát higgyetek az isteni erőbe, az Istenbe, a Jóistenbe, a magyarok istenébe. Beteljesül hát az álom, mely már nem is csak álmodozás, elérkezett az idő. Eljött, itt van a sok isteni szolgálattevő, mindazok, akik azt gondoltátok, hogy megusszátok a gyökeres változás, mind térjetek rá az igaz isteni útra, a magyar útra. Akik várjátok azt, hogy más fogja helyettetek kivívni a szabadságotokat, keljetek fel ti is. Jó? Mindenki, aki képes mozogni, és tud, az menjen ki a hősök terére, legyünk minél többen, hogy mutassuk az erőt, és minél többen tudjunk táncolni, hogy azt az isteni tejült erőt minél többen le tudjuk hozni az égből. Valamint a nagyvárosok, megyei jogú városokba is csináljátok úgymond bált, ahol, főleg ott, ahol készülődnek tüntetni. Oda kimennek az asszonyok, a lányok, meg férfiak, elkezdenek táncolni, és szépen elkezdik táncoltatni a többieket is. És így az egész ország táncol, körbe-körbe pörög. Meg azt, amit majd akkor fölteszünk videóra, hogy hogyan kell, melyik táncot kéri a Jóisten. És hogy mit mondjunk. Mint mondottam, a gyermek, mit a világnak adtok, a 10. hónapban bújik elő. Ez az égi üzenet, a Jóisten üzeni. Amely gyermeket ti együtt alkottok, az a minta, az a jövő. Amit magam küldtem a turulnal néktek, adjátok át a képkockát, álljatok helyetekre, amikor kéri. Most kéri a turul, hogy álljatok a helyetekre. Hogy az a képkocka, amit a Jóisten, nem, az a teljes kép, mint a képernyő, ami van. A pixelek, mindenki a helyére kerüljön, hogy az az aranykor létrejöjjön. Most a turul kéri, hogy álljatok a helyetekre. Az ő kérését magam kérem, így tudjátok, hogy égi. Lépjetek egyszerre, így lesz rétesetek, valódi isteni áldott jó életetek. Tehát az egység, magyarok, hogy együtt, közösen táncoltassuk meg azt a sakát, együtt közösen vágyjuk meg ezt az aranykort, és mondjuk azt, hogy így legyen, így van. És ez megtörténik. Mindig, mindenben, mindenkor, minden körülmények között megtartva az igazságosság elvét és a mértékletesség elvét. Tehát az új aranykori élet a szeretetre épül, az igazságosság elve és a mértékletesség elve mentén. Mert fontos hinnitek, tudnotok, éreznetek, hogy aranykor vagyon. Ami a szeretetről, a jóságról regél, minden ember kapjon belőle, ki a világban él. Nyissátok ki a szíveteket, tárjátok ki a világra, vezet mindnyájatokat, az égnek, világnak szentséges királya. Anya is ott vagyon, ők együtt vannak lent véletek, a király mellett ott a hét vezér, aki maga a szeretet. Ott vagyon a királynő mellett a hét tündér, ki maga a rend. Ott vannak a szeretetfénynek áldásos magjai. Ott vannak a fényemnek szerető nagyjai.
Megteszik, mit kértem, mostantól egyszerre haladnak, odaadják az isteni ajándékom elsőként a magyarnak. Mindent a szeretett tanács, az, aki eldönthet. Tehát az aranykorban nem egy parlament fogja eldönteni, hanem a szeretett tanácsa, vének tanácsa, úgymond a felemelkedett mesterek tanácsa, hogy ezt megléphetik-e. Tehát, hogyha oda jönne egy valamilyen vezető, és azt mondja, hogy figyelj, ide kell ez a kamat, akkor ő azt mondja, hogy na jó, akkor szervusz, köszönjük szépen, eddig ültél a helyeden, kamatot akarsz te az embereknek adni, hogy igába hajtsák a fejüket? Igába hajtanád a fejüket? Rabszolgának nézette az embereket? Akkor így elmagyarázzák és elhesegetik. Tehát innentől kezdve nincs kizsákmányolás, magyarok. És a világban is ti adjátok oda ezt a vezetést, és ti adjátok oda a mintát. Tehát mindent a szeretett tanács, ami eldönthet. Hol vagyok? Itt van. Kevesebbet adni, mint magam küldtem a turullal, azt elfelejtsétek. Jó? Tehát őrizzük azt, amit a Jóisten küldött, annál kevesebbet nem adhatunk. Valamivel többet lehet, amit úgymond mi megbeszéljük, hogy adjunk itt olyan kicsit többet, vagy valami, de igazából a Jóisten az, ami mindent elmond, aki mindent elmond. Most már mindenki külön a könyvben. Gyertek közelebb. A többit szeretetben mindet megbeszéljétek. Szólaljatok fel, ha elakadtatok bármiben. Mi itthonról segítünk néktek bármiben. Elindul a bál. A nyitótánc már megvolt. Elkezdődik az örökös mulatság. Olvad a sakál, a tejút örvénylik. Ti csak tegyétek azt, amit a turul kér. Álljatok a turul mellé hét vezér. Kedveseim, aranyasszonyok, magyar táncot járjatok. Forogjatok körbe-körbe, a tejúterő így száll a földre. Képtelen a sakál, a tejúterő tejút örvénylő erejét kiállni, így kénytelen lészen minden szeretetté válni. Csináljatok bált, három naposat! Ezzel a vaskor maradék ereje most szétolvad. Hallgassátok meg azt, amit a turullal üzenünk. Tudjátok, gyermekeim, titeket nagyon szeretünk. Tenni értetek, csak akkor tudunk, amikor azt teszitek, amit a turullal súgunk. Szeressétek a fényességeket, szeressétek nagy boldogasszonyt, mert ott van véletek. Akkor most induljon a bál, vélünk táncoljál, sakál! Távozz a földemről, galád! Erígy ízibe kotrodjál! Gyermekeimet őrizem, vigyázom, mindet egytől egyig megáldom. Ezt a magyarok istene üzeni. És azt kérte, ez nagyon fontos, a forradalomra legyen tiszta a fegyveretek, az áldott jó önzetlen szívetek. A templomotokból zárjátok ki a halált, mert így vagyunk képesek legyőzni a sakált. Erre visszatérek, mert szóljatok. Tisztaságotok fénye az, amely fényé teszi és elporlassza, a döntés az övé, ő választhatja. Elengedhetetlen a három napos ünnep, hogy minden zegezuga tisztuljon a hölgynek. Menjetek tengernyien a báli forgatnakba, ez lészen a szív, a tudat, a magyarok báli forradalma. Csak a szeretettel tudjátok legyőzni a sakált. Az isteni terv megvalósulásához reptessétek a turulmadárt. Mikor ő repked, az országom újra az enyém, tiétek az aranykor, az égi nyeremény. Ez itt a boldog báli forgatag, a halál korszaka immár elolvadt. Minden önzetlen szeretetté válik. A sakál néktek már hiába pofázik. Erre is visszatérünk. Az én hangom halljátok mostantól az isteni szeretetet.
azt tegyétek mindnyájan, ami a közösségnek jó, ami az szeretet. Őrizzétek meg a mértékletesség és az igazságosság elvét, árasszátok a világra az isteni szeretetfényt. Köszönöm néktek, hogy megteszitek. Ide is visszatérünk. Köszönöm, hogy fényeimet önzetlenül szeretitek. Köszönöm, hogy értetek, fényeim, ezt megtehetik, hogy az egész mindenséget az égig felemelik. Köszönöm, hogy szerettek már mindnyájunkat, köszönöm, hogy elfogadjátok az irányunkat. Mi mindig kérünk, ide is visszatérünk. A parancs az másnak az eszköze volt. Amit mi kérünk, azt főzzétek, és egyetek finomat, jót. Áldás a mindenségre. Ez így van. Így legyen, így van. Ennyi, ki kell jelenteni. És amit mondtam, visszatérünk. Tehát, valahol elhangzott, lehet, hogy pont te mondtad, hogy büntet az Isten. Isten nem büntet, soha nem büntet. Nem az Isten volt az, aki vezette a világotokat, hanem az az istentelen, a szét. A szétesés. Azért volt szétesés a világba. Persze kellett Istennek is valamilyen szinten jelennek lenni, jelen lenni, ahogy mondtam, hogy úgymond az edzőnél ott volt a biológiai tanár, aki elmondta, hogy vigyázz, meg kiszúrja a szemedet, hogyha úgy nyúl hozzád. Körülbelül ennyi, hogy nehogy teljesen megszűnjön. Amit mi kértünk, azt főzzétek, tehát azt lássátok, azt akarjátok, és azt egyétek, finomat egyetek, és jót. Ami a valódi vágyatok, azt kell látnatok. És ezt így, tehát azt mondja, hogy köszönöm, hogy értetek, fényeim, azt megtehetik. A jóságos Isten, értitek? Hogy megköszöni, hogy ő és a fényei megtehetik, értetek, hogy odaadják az aranykort, mert ők is arra vágynak, hogy azt adják. De addig nem tudják odaadni, ameddig ti nem vágyatok. Mert ami bennetek van, azt tudják adni, mert ők annyira szeretnek minket, hogy ha mi azt vágyjuk, akkor azt kapjuk, ha mi azt vágyjuk, akkor azt kapjuk. Lassan amúgy már rátettük a 2,5 órát. Igen? Igen. Van-e még bármi, amit elmondanátok? A turul videókat nézzétek meg, keressétek meg Péternek az oldalát, abban nagyon szépen előre van vetítve a közösségi kereskedelmi körnek a felépítése, stb. YouTube-on fönt vannak a videók. Abból még további tájékoztatásokat tudtok nyerni, és én azt hiszem, hogy lassan szépen elköszönünk. Igen, tehát igen, az a lényeg, hogy március 15-én tényleg vegyétek komolyan, magyarok, hogy az országotok sorsa a tét. Tehát ez nem játék. Ugyanis, ahogy mondtam, kívülről nem tudják megtámadni, de belülről próbálkoznak, úgymond szétzilálni az országot. Ahogy mindig is próbálkoztak avval, hogy egy belső viszályt keltsenek. Most megint ezt szeretnék, de ezt meg tudjuk állítani ezzel a bállal. Kimegyünk, és ott táncolunk a rendőrök előtt, és közben elmondjuk, hogy ez van, és kész. És a Jóistennek kijelentjük, hogy mi ezt kérjük, ezt a szeretetet, amit ő akar adni, és meg fogjuk kapni hamarosan. Ez hamarosan testet fog ölteni. És még egy kérés hozzátok, hogy én egyik pártnak se vagyok a tagja, és nem is pártoskodom, nem az a feladatom, illetve egyik vallásnak se, és az se a feladatom, hogy az a lényeg, hogy felejtsétek el most már a pártokat. Gyakorlatilag a pártok azok úgymond meg fognak szűnni olyan szinten, ahogy most vannak. Ez vége van a pártoknak. Tehát igazából nem kell velük már foglalkozni, mert a pártoskodás megszűnik. A pártoskodásnak az volt a lényege, hogy 4 felé, 5 felé, 6 felé szedjék szét az országot, és ne legyen egység. Tehát hogyha egység van, akkor valójában semmit nem tudnak csinálni. És arra kérlek titeket nagyon szépen, hogy sose tudhatjátok, hogy ki miért cselekszik azt, amit megcselekszik. Lehet, hogy pont csak mutatja, hogy úgymond kizsákmányolja az országot, de lehet, hogy pont ő az,
aki a Jóisten kérésére visszaadja az országot. Ahogy egykoron Szent István király is a Jóisten kérésére adta oda az országot a sakálnak. Azért, hogy most, 1000 év múlva az egész világot vissza tudja venni. Hogy a fény, az a picike kis fény is eltűnjön, hogy kibontakozzon, és az legyen bennetek, ami most bennetek van, hogy akarjátok azt a változást. Mert ahogy fogalmazott langyos vízbe, képtelen az ember felébredni, beleteszik a forró vízbe, akkor azonnal felébred. Most benne voltunk a forró vízbe, felébredtünk, és tudjuk, hogy mi a megoldás. Elmondta a Jóisten, tolmácsoltam felétek, amit tudtam. Hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok a turul.magyarország@gmail.com e-mail címre, vagy akik képes segíteni a webáruház létrehozásában, a tánc megalkotásában, aki képes a CD-ket zenével, tehát tud zenélni, vagy énekelni, vagy verseket ír, amit kiadunk a CD-ken. Tehát, ahogy fogalmazott a Jóisten, közösen tegyetek a bográcsba, és közösen vegyetek ki belőle. Tehát közösen megalkotjuk ezt a közösségi kereskedelmi kört. Én írok nektek dalt, ha kell. Na, annak nagyon örülünk, mert ahogy a Jóisten fogalmazott, 9 CD-t kell kiadnunk. A 9 CD bevételéből fölépítjük a közösségi kereskedelmi kört, amiben nem csak a kereskedelem van benne, hanem benne vannak a gyógyítók, meg ilyenek. Jaj, ami nagyon fontos az az, hogy a sóval vigyázni kell, jó? Tehát a só az szívméreggel van szennyezve, ez a kálium, ugye? Ami meg... Kálium. Igen, a kálium, tehát a csomósodás gátló sót azt felejtsétek el, mert... De a só az nátrium. Igen, de káliummal van szennyezve, csomósodás gátlónak van fölírva, mert azt nem írhatják rá, hogy mérget tettem bele, hogy meghalljál. Tehát az emberiség kipusztítása volt a cél. Illetve a fluoridos fogkrém, aki fluoridos fogkrémmel mosfogat, ő az Istennel gyakorlatilag képtelen felvenni a kapcsolatot. Mert a tobozmirigyére rárakódik ez a fluoridos, tehát a tobozmirigye az gyakorlatilag így elmeszesedik. De hogyha leteszi a fluoridos fogkrémet, és megcsinál egy szertartást, akkor úgymond ez így vissza lehet állítani. De nagyon fontos, hogy ezt a fluoridos fogkrémet ezt tegyétek le, mert sose fogtok felébredni, és most fontos, hogy felébredjetek. Hogy tudjátok, hogy kik vagytok, hogy magyarok vagytok, szeretet van bennetek, hogy a jó Isten az vezetiteket, és vigyáz rátok. Akkor mielőtt átadnám a szót a főszerkesztőnek, hogy lezárja a műsort, azért olvasgattam a kommenteket, nagyon sokan vannak itt, akik nem hisznek nektek, vannak itt olyanok, akik igen lelkesednek a dologért és hisznek nektek. Én azt mondom, hogy március 15-én majd minden elválik. És és próbáljuk meg, veszíteni való nincs. Egy jót táncolunk. Ennyi. Egy jót mulatunk, szeretjük egymást, és közben megtörténik a csoda. Igen, pont ezt akartam mondani, aki ismeri a videót, az érteni fogja, legyen tánc, legyen zárcsökkentés. Na, akkor lassan befejezzük, igen. Szólsz közönségednek, hogy jöjjön neki mindjárt, hogyha te is úgy érzed, hogy egy megoldás, hogy úgymond, most teljesen mindegy, igen, tehát próbáljuk meg. Igen, mi különböző, tehát, hogyha nem is hisztek, akkor különböző világnézeten vagyunk, de tehát, hogy ha viszont természetesen ezt elegen megtennék, akkor meg lehetne változtatni mindent. Amúgy, tehát, hogyha elég ember volna, mit? Mondjuk gondolok, nem arra, most elhiszem, hogy igaz lehet mondjuk az, hogy mondjuk legyen ez egy rituálé, de most mondjuk a tánctól eltekintünk, ha létre lehetne hozni egy olyan közösséget, ahol nem pénzért adok a másiknak, hanem csak azért adok neki, mert
mert szeretem is, szüksége van rá, és ő is visszaadja nekem, tehát nem egy ilyen árulásos valami. Nem, hanem egy csere. Igen, egy folyamatos ilyen vicsereszerencer. Ez egy cserekereskedelem gyakorlatilag, csak annyi, hogy van benne egy belső fizetési valuta, egy cserejogosítvány, hogy ne az legyen, hogy krumplit cserélek izére, hanem ez olyan, hogy... Legyen valami univerzális. Hogy az értéke. A magyarok azt hiszem, hogy semmiben nem képesek egyébként összefogni, egyébként ebbe is össze lehetne fogni, ki lehet próbálni, senki nem veszít vele semmit. Tehát, hogy de szóval én nem hiszem, hogy egyébként a magyarok képesek bármit. Ne teremtsél olyat, Azt mondod, hogy hiszem, hogy képesek vagytok, én hiszem, hogy képesek vagytok rá. Jó Isten bízik bennetek, a magyarok istene. És azt mondja, hogy képesek vagytok rá, azért adta nektek az őrzés feladatát, mert imádja a földet, szereti az embereket, és tudja, hogy a legjobb nép kezébe van. Csak ébredjetek már fel, hogy kik vagytok, és ne azt higgyétek, hogy ti vagytok a selejt, ahogy sokan mondják, és el akarnak titeket tiporni. Ti vagytok a legkeményebb nép a földön. Veled bármiben össze lehetne fogni. Okos! Velem lehet fegyvert fogni, és halott. Na, aki találkozni akar Árpival, az március 15-én a Hősök terén lesz. Árpi is jön táncolni. Ennyi. Én elmegyek. Megtáncoltatja ott a lányok asszonyokat. Én is ott leszek, ott leszünk egy csomóan. Tehát velem bármiben. Meg az ország több területén. Írjatok a Szólalj fel a világért @gmail.com e-mail címemre, légy szíves. Vagy a turul.magyarország@gmail.com e-mail címemre. Aki úgymond azt mondja, hogy jó, megpróbálom, vagy segítek, vagy érdekes, amit mondott, vagy hiszek neki, vagy csatlakozni szeretne ez a közösségi kereskedelmi körhöz. Vagy csak a kíváncsiságodat keltettük föl, akkor is írjatok, gyertek ki! Judit Kohaut, ki fogom írni, hogy hány órától lesz, hogyha az állami ünnepségeknek vége utána kezdünk, addig is tartjuk a teret energetikailag. Imával, elmélyülése, meditációval, ahogy ti fogalmaztok, képpel lássátok, hogy minden szeretettel lezajlik, utána elindul a bál, és táncolunk, és utána pedig majd április 7-ére figyeljetek, akkor is lesz egy rendezvény. De az a lényeg, hogy minél többen ott legyünk. Tehát Péter, most fogjunk össze. Van a közösségetekben sofőr? Az miért? Milyen sofőr? Milyen sofőr? Hát akinek van autója és jogsia. De minek a sofőr? Hát, hogy felhozza a Juditot majd. Mert Judit hol van most? A azt nem szeretném nyilvánosan mondani, figyelj, de lényeg az, hogy az úti költséget, ha megvan, ha valaki megspórolja, de neki, meg tudjuk, figyelj, hát többen fognak följönni, többen jönnek fel, és akkor összetesszük szervezni. Őket, megszervezzük. Megszervezzük, Enikő segítesz, Judit, ugye, a bált megszervezni. Judit, majd beszélünk személyesen is, jó? Jelentkezzen mindenki, legyen szíves. Vagy Árpinál, vagy Enikőnél, vagy nálam, ahogy fogalmaztam, a Szólalj fel a világért @gmail.com e-mail címemre, hogy akkor segít a bált megszervezni, vagy résztvevőként jön, vagy hogy tudjuk, hogy hányan vagyunk, mert sok város van, ahol készülődnek, de országosan. Sőt, hogyha lehet, már szóltak Skóciából, szóltak Amerikából, hogy csatlakoznak. És az lenne a legjobb, ha világszinten ott lennétek minden egyes, mi ez, magyar nagykövetség? Igen. A magyar nagykövetség előtt, és mindenki bált csinálna, és akkor a világ így néz, úristen, mit csinálnak a magyarok? És közben elmondjuk, hogy ez van, aranykor kész, befejezitek azt, amit eddig csináltatok, itt vagyunk, és kész. Mert a jó Isten átadta a vezetést a magyaroknak, kivette a kezéből annak a népnek, aki eddig vezette a világot. Péter, a Facebookon esemény oldal csak akkor lehet valamilyen rendezvényre csinálni, hogyha az be van jelentve előre. Úgyhogy akkor annyi volna, hogy minél hamarabb, még mondjuk jövő héten jelentsük be, szerintem. Segítesz? Segítek, én ezt már ismerem. Értem. Bejelentjük, utána 48 óra elteltével akkor én megcsinálom a Facebook esemény oldalt erre a március 15-16-17-re, mert akkor oda el tudjuk kezdeni hívni az embereket személyesen is.
Így van. Jó, és akkor mindenki a saját ismerőseit hívja meg. Azért, amikor 4-5 ezer emberhez jutunk ugyanígy el, akkor azt hiszem, hogy ott van. Szép. Táncoltassátok meg, Gyurcsát, nyugodtan. Büdöslábú réti cigány azt kérdezi, hogy Árpi, táncolunk? Hát, hogyha felfeded magad, akkor táncolunk. Táncol. Mindenkivel táncol. Mindenki táncol, mindenkivel. Mindenkivel fogunk táncolni. Olyan bát csinálunk. Nem. Olyan zenebona lesz. Na, hadd mondjam, Szarszagú Zoli azt írja a YouTube-on, hogy én Gyurcsánnyal fogok tangózni a szovjet himnuszra. Gratulálunk! Táncoljunk, 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 az a lényeg. Ki szeretné Orbán Viktort megtáncoltatni? Meg se várjuk az állami rendezvényt. Jelentkezem, megtáncoltatom Orbán Viktort, hogyha azt kéritek. És megmondjátok, hogy táncolj Orbán a turullal, és táncolni fogok akkor vele. Rendben van. Na, oké. Okay. Úgyhogy... Tehát nem, izé, ugye mi más nézeten vagyunk, ám világnézeten vagyunk, ugye a kolléganővel, a Fodor Brigittával, de egyébként, hogyha ebben össze tudnának fogni a magyarok, akkor megvolna az eredménye, hát nem sok mindenre jók a magyarok mostanában, de aperta, porta aperta, ott van nyitva a kapu, menni kell és csinálni. Azt mondja, hogy kár volt a véleményemet letörölni, pedig nagyon sok megosztást hajtottam végre a nagyszerű műsor véget. Az, hogy most ezzel a Bali Péterrel nem értek el. Senkit. Nem hisz már az Aranykor 2012-re ígérték. Igen, ajnácska! Nem, itt van az Aranykor, az elején elmondtuk. És senki nem törölt le semmilyen véleményedet, sehonnan. Milyen szép neve van, ajnácska, aporka. Orka, Bánfi Hunyadi. Szép. Na, nem volt már semmilyen cenzúra, múltkor sem volt kömbben, meg azért a legvadabb, legőrültebb. Az Aranykor 2012 óta itt van, ez a csillagászati Aranykor. De nem nyilvánult még meg a Földön, mert a magyarok nem voltak képesek úgymond eddig összefogni, de mostan képesek leszünk, ugye? Kedves Andrea, Alexandra Simon, írod, hogy a fideszes banda nem fogja engedni, mert állami ünnepségeken nem lehet eseményt szervezni, az alapszart most módosították. Hát akkor nem kell bejelenteni, hanem oda kell menni amúgy. Van ilyen flashmob, meg ilyenek, és... Egyébként... Hát hogyan lehetne, csak a jelentenek kintetésben. De figyelj, drága csillagvirágszel, vége lesz az ünnepségnek, és mi utána kezdünk. Így van. Tehát a bejelentés is úgy fog, hogy meg fogjuk tudni pontosan, hogy mikor van vége az állami rendezvénynek, és amikor vége van, utána mi bejelenthetünk rendezvényt. Azt egyébként, hogyha azt megteszitek, amikor az állami ünnepség kezdődik, hogy így elkezditek mondjuk mondani, de nem bele kiabálva, hanem egyszerre elkezditek mondani, hogy köszönjük az Aranykor, tehát már neki is elmondjátok, hogy tudja, hogy Aranykor van, és most már itt nincs játszma. Van, aki Szél Bernadettre bukik, Jason, Tommy Jason, én Szél Bernadettet táncoltatom. Nagyon jó, gyere, táncoltassuk meg Szél Bernadettet. Mindenkit táncoltassuk meg. Bunyevász Péter kérdezi, hogy élőadás lesz róla. Hát, Árpi, vállalod az élőadást? Igen, hát én adásban nyomjuk. Ennyi. Rezsi Szilárdat ki akarja megtáncoltatni? A YouTube-on szerintem vannak kerek. Mindenki mindenkit megtáncoltat. Hogyha oda jön a Netanyahu, akkor őt is megtáncoltatjuk. A Trump oda jön, őt is, mindenkit. Netanyahu táncolni fog, ha tetszik neki, ha nem. Hát ő táncolni fog, tehát... A magyarok isten megmondta, hogy a sakát meg kell táncoltatni. Meg táncoltatni, vagy csak a pénztáros lőrincet. Oké, na. Na, szerintem zárd le. Köszönjük a figyelmet, kiváló kommentárok voltak. Leszorul a élőadás valahogy, ugye? Hát, megoldjuk. Valahogy megoldjuk. De kell is egyébként élőadás, mert hogyha nincs élőadás, akkor nem látja a világ. Persze, mindenképpen tehát meg kell oldani. Ennek pont az a lényege, hogy lássa az egész világ, hogy itt a magyarok csinálnak valami forradalomféle valamit, amivel egy gyors, gyökeres változást akarnak elérni, de ezek nem fegyverre hadonásznak, hanem ezek táncolnak, és közben elmondják, hogy ez van és kész. Na, hát nem azt mondjuk, hogy mit kíván a magyar nemzet. Ez van, aranykor van, és kijelentitek ezrével, százezrével, millió számra, hogy most már az aranykor van, kérjük, hogy megnyilvánuljon itt a földi világban is, és legyen. Kedves Alexandra, Andrea, Simon, még egyszer, föl sem olvasom a kommentedet, mert nem szeretném ezt megteremteni. Maradjunk annyiban, hogy a negatív teremtéssel is teremtesz. Tehát pont erről beszéltünk,
Kérlek, nézd vissza a műsort. Így van. Köszönöm. Nagy feladat, mert 3 óra hosszas, de nagyon, nem akarjuk túlépni a 3 óra. Nagyon hosszas. Fontos. Nem, úgyhogy hol, szerintem hol zárjuk le, mert nekik is dolguk van, jó? Örülök neki. Hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Mi köszönjük szépen. Hogy elmondhattam, mert ez fontos. Ha megértitek, akkor az aranykor megnyilvánul. Azt nem is mondom, hogy ha. Nem, mert megértitek. Mert így magyarok van. Vagytok, van eszetek, van szívetek, és van istenetek. De a képbe. És akkor köszönjük szépen a figyelmet. Nem látszik a képen, aki volt, a kolléganő Fodor Brigitta. Brigitta. Gyere ide, Brigitta. De hogy? Elférünk. Menj arra, Fodor Brigitta. Legközelebb aztán van izé, volt. Ennyi. Gyere ide, Brigitta. Fodor Brigitta volt Sklenkáné Kovácsi Kenikő. Bali Péter, a harmadik neved mi? József. Bali Péter József és Molnár Fárpád, a Hírháttér alapító főszerkesztő, Íróiron online főszerkesztője. Kiválóak voltak a kommentek, ugye kétféle... Csodálatosak voltak egyébként a kommentek. Kétféle minőség volt a Facebook meg a YouTube. Miért ez nem ugyanaz, vagy hogy? Ez a Facebook, másik 3 YouTube. Ja. És másik 3 az 3 YouTube csatorna. És akkor várunk mindenkit legközelebb is interaktív élő adásokra. Legyen tánc, legyen zárcsökkent. És nézzétek meg, legyetek szívesek, ahogy fogalmaztál, elmondod a turul. A turul videókat fönn a YouTube-on. Jó, abban a 3 a K rendszere, ez a központi kereskedelmi körnek a rendszere. Gyönyörűen el van mondva, le van annak írva a szövegek, Péter mindenről tájékoztat bennünket, jó? Jó éjszakát mindenkinek. Jó éjszakát. Oké, okay. Okay, köszönöm a figyelmet mindenkinek. Áldás mindenkinek. Ups, 2...